Ezt a címet adtam neki, hogy érettségi utáni bolyongás. Bár a bolyongás szó könnyen félrevezető lehet, mert lehetne szerintem tévejgésnek is érteni. Bolyongás abban az értelemben, ahogyan bolygót bolyonganak, vagy ahogyan mondjuk Odysseus a férfiú, aki sokfelé bolygott, hogy látszólag tudattalanul csapódott egyik helyzetből a másikba, de a történet végig mindig csak eljut Ithakába. És egy idő után a bolygók is visszatérnek ugyanoda, ahol legutóbb láttuk őket, csak közben eltelt egy csomó idő és rengeteg minden történt. A történet ezzel a jelenettel kezdődött, azt gondolom, iszonyú fura volt. Igazából nagyon jó, meg nagyon félelmet. Kiballagtunk ebből az iskolából, és nem jelentkeztem egyetemre. És furcsa íze volt a szabadságnak. Nagyon vonzó volt, de nagyon félelmetes is ugyanakkor. Ekkoriban még egyáltalán nem volt tervben az, hogy elmegyek otthonról, főleg azon ilyen hosszú időre. Ekkoriban mindennek középpontjában az állt, hogy egy emberrel legyek, lehetőleg minél többet. És egy asztalosnak dolgoztam Pilis Csabán egyébként, amit nagyon élveztem, mert a fával nagyon szerettek dolgozni, és egy nagyon szimpatikus ember volt, és nagyon jó volt. Hát nem tanultam meg ezt a hivatást, de nagyon jó volt egy hivatás gyakorlaton keresztül tanulni is nem egy iskolában. És július végén kosarat kaptam ettől az embertől, akivel nagyon szívesen lettem volna nagyon sokat, és ezután egy ilyen furcsa időszak kezdődött, nagyon elkezdtem nem érezni a helyemet itthon, vagy úgy alapvetően az egész környéken. De eltelt a nyár, szeptember 1-én a Gazsival mentünk építőanyagot pakolni a kubinyi év építkezésére. 3:48 körül álltam az annak Apponánál, és Bőti Hanna lejött. Az autóval kiszólt az autóból, hogy szia Peti, jössz az évnyitóra? Nem vagyok hivatalos az évnyitóra, mert már nem vagyok diák. Furcsa volt, mert ha elkezdődött az iskola, minden az iskolára emlékeztetett, amiért igazából nagyon hiányzott. Vagy olyan furcsa volt otthon lenni. Osztálytársaim, vagy hát volt osztálytársaim, már kezdtek egyetemre járni. És akkor szépen lassan létrejött ez az ábránt, ami aztán kert lett. És kitűztem, hogy szeptember 25-én elmenekülök otthonról, bár ez egy kicsit túl erős kifejezés. Írtam a Horkovai nevű honlapon különböző farmoknak Törökországban, és tulajdonképpen ez volt az egyetlen terv, vagy az egyetlen biztos pont. Egyszer már voltam Görögországban, és egy nagyon szimpatikus hely volt, és egy nagyon jó élmény volt, és nagyon-nagyon-nagyon féltem a hidegtől, és azt gondoltam, hogy ha még szeptember végén indulok el, akkor le tudok menni Görögországban nélkül, hogy iszonyatos szerepéseket élnék át a hideg miatt. Ez egy olyan honlap, ahol munkákat lehet találni, főleg farmokon, de nem pénzért, hanem ennivalóért és szállásért. Tehát egyfajta önkéntes munka. Egy szimpatikus dolog, szerintem egy kifejezetten jó dolog. Ez volt az egyetlen tervem. Elmegyek szeptember 25-én, és elmegyek erre a farmra, utána nem tudom mi ez. Fontos az egésznek a pénz hátteréről is beszélni, mert igényel utazás a pénz, még a bringás utazás is. A nyár során megkerestem körülbelül 100 000 forintot, ami nem egy más pénz, de majd mégiscsak valami. Illetve, furcsáról beszélni egy kicsit, a nagyszüleimtől annak kapcsán, hogy az érettségim nagyon jó lett, kaptam pénzt, amit megpróbáltam visszaadni, mert nagyon nem értek egyet a pénz ingyen ajándékba adásával. Kertész Matyi mondta egyszer, hogy a pénz szerint a befektetett idő. Ha valamiben időt fektetünk, akkor ha jól csináljuk, abból meg tudunk élni, mert pénzt kapunk érte. Na most ingyen ajándékpénz szerintem ezért éppen nagyon fura. Szóval próbáltam visszaadni, gondoltam rá, azt egyáltalán nem éreztem a sajátomnak, és gondoltam, hogy otthon vagyunk. De aztán az jutott eszembe, hogy nem kötöttem biztosítást egyáltalán, sem baleset, semmilyen biztosításom nem volt. És azt gondoltam, hogy ezt a pénzt átváltom euróra, és bevartam a táska legmélyebb zsebébe. És ott volt arra az esetre, és arra az esetre volt, hogy ha kellene vegyek egy repülőjegyet, ebből kis szerencsével bárhonnan lehet egy repülőjegyet venni Európába, hogyha valami hatalmas nagy kraft ütne be, eltörne a lábam, vagy ilyesmi.
mert nagyon bíztam az immunrendszeremben, igazából ezért nem kötöttem semmilyen biztosítást. Az alvás és a kamillatea nagyon sokat tud segíteni, és igazából ezzel már szoktam tudni gyógyulni. Persze egy lábtörés ellen semmit nem ér, éppen ezért van. Szeptember 25-én reggel felkeltem a szokásos ágyamban, megettem a szokásos reggelimet. Az anyukám segített fölcipelni a biciklit az utcára, remektem a diszkalomtól. Nagyon sokszor megöleltem, aztán azt mondtam neki, hogy viszont látásra. Felültem, körülbelül ez az a jelenet, és ez az a bicikli. És szépen lassan kigurultam a Kápolna utcából, aztán elhagytam a Solymár táblát, Szűvösvölgy, Moszkva tér, át a Dunán. És hát nagyon-nagyon furcsa volt. Kijöttem az Alföldre, és valahogy akkor lett tudatos benne, vagy akkor esett le, hogy ez a lázálom, ami egészen eddig az utazás volt, hogy hát igen, majd elmegyek és valami lesz, ez akkor így, jó, most tényleg most itt vagyok egyedül, és hogy ez elkezdődött. És nagyon-nagyon félelmetes volt, hogy hova megyek, hogy kihez, mennyi pénzből, mennyi időre. Igazából azt sem tudtam, hogy miért, csak azt éreztem, hogy nagyon el kell menjek. És egy nagyon furcsa ilyen, egyfajta melankólia volt. A csönd nagyon hangos volt, szerintem egy jó kifejezésre. És így telt el az első nap. Gondoltam rá, hogy hát igen, végül is, hogyha most visszafordulok, még vacsorára hazaérek. Na jó, tehát hogy elköszöntem mindenkit, akkor most csak nem fogok vissza, mert már 8 óra után. Így aztán végül nem is mentem. Másnap délelőtt elértem Magyarország déli határát, Tompánál, Szerbia felé, és láttam, hogy kaptam az anyukától egy SMS-t, hogy drága kicsi fiam, már nagyon hiányzol, kérlek így, hogy megnyugodhassak. Ez volt a 27. órában. És hát én nagyon ilyen zilált lélekkel mentem át ezen a határon, de ez egy nagyon nagy lépés volt, hogy onnantól más nyelven beszéltek az emberek. Mások voltak a feliratok, mások voltak az autók, a szokások, a rendszámok. És ez már megadta azt az izgalmat, hogy itt már muszáj volt jelen lenni. Míg Magyarországon ez könnyű volt, mert magyarul tudok, és ismerem, hogy mi hol van. És utána ez folyamatosan jelenlétben tartotta az embert, hogy muszáj figyelni, máskülönben elveszem. És behajtottam Szabadkára, ez a 10 km a határtól, és a főtéren akartam estebédelni, nagyon éhes voltam. És talán láttam két bringást nagyon megpakolt bicókkal, és szóba jegyeztünk, hogy két szlovák bringás voltak, akik egy pozsony művidék túrában tartottak hazafelé, és aztán megjelent egy lány, egy bicóval és egy ukulelével, és vele is megismerkedtünk, nagyon szépen beszélt angolul, és kiderült, hogy egyébként Németországban lakik, csak önkéntes tanárat, és így történt ez. Meghívott minket magához. Ő hívott meg minket magához, ők a két szlovák bringás. Az én vagyok, ő pedig Ronja alakultársa, aki szintén egy német lány volt. És egy nagyon-nagyon jó közösség gyűlt össze. Annyira jó volt, együtt főztünk, táncoltunk, énekeltünk, és valahogy akkor nyitott meg először ez a hihetetlen szabadság, hogy most tényleg bármire köszönöm. Az, hogy ez a társaság összeállt, lehet véletlennek mondani, de hogy ez akár lehetett volna semmi is, és hogy az ember ennek teljesen ki van téve, hogy bármikor történhetnek látszólag teljesen jelentéktelen események, amik végül hatalmas láncreakciót hoznak létre, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. És most például, ez mondom novemberben, tehát egy hónapja, a Ronyánál laktam Stuttgartban 4 napig, és egyetemre jártam vele, nagyon izgalmas volt. Szóval, hogy ezek a kapcsolatok mind megmaradnak a maguk módján. És ez nagyon izgalmas. Onnan haladtam tovább, és keresztül Szerbián tulajdonképpen nagyon-nagyon sok szeretettel találkoztam. Ez egy, szerintem a világ egyik legcsodálatosabb dolga. Egyszer sem sátraztam, mert mindig akadt valaki, például ez a házaspár. Egy bolt előtt ültem, és odajöttek hozzám, és elkezdtek kérdezősködni. Szerbül, nem volt semmilyen közös nyelvünk, egyetlen közös szavunk nem volt. Csak a mutogatás és a nemzetközi kifejezések, mint problém, vagy mami, vagy ilyesmi. De meghívtam magukhoz, és náluk laktam az éjszakát. És ez szerintem az egyik legszebb dolog, hogy emberek, akik még csak nem is értik egymást, nem is értik a másik szavait,
egy vadidegent, egy bicóval, vagy tényleg csak meghívják a saját kicsi otthonukba. Igazából nagyon csöndesen, de eléggé szorongva haladtam lefelé, keresztül Szerbián. Ez egy elég fura sztori volt, igazából ez egy nagyon ostoba hiba volt. Egy nagyon nagy hegyi út volt, a térkép jelzett falvakat, de azok a falvak nem voltak ott egyáltalán. És elfölött mindenen való, és egy ilyen földút volt, és egy nagyon nagy hegy. És nem maradt semmi más, csak sárgalépar és figyelekvár. És miközben a sárgalépát már kivattam a figyelekvárba, az jutott eszembe, hogy lehet, hogy mit teszek egy kis fokrémet, hogy több legyen a kalózban. Ezt nem csináltam. Ez egy ostoba hiba volt. Bár mentségemre legyen mondva, hogy azok a falak nem voltak ott, amiket a térkép mondott. Elértem Görögországot az utazás 11. napján, Görögország északi határát. Tulajdonképpen az volt bennem az első cél, hogy eljutni Görögországig. Délután értem el, és ugye nagyon eufórikus délután és este következett. Nagyon tetszett, hogy görögül vannak a feliratok, hogy görögök a házak, minden fehér és minden nagyon mediterrán. Egy üres házban aludtam egy falu szélén, és másnap reggel felkeltem, felöltöztem, és most mi lesz? Vagy hogy igen, itt Görögországnak is. Elköltöttem a pénzemnek, meg a 100 000-nek körülbelül 38 000-et, azt hiszem. És hogy muszáj lesz pénzt keresek itt. Euróban az jóval drágább, mint a dénár. Fogalmam sincs. Megtanultam görögül, hogy van az, hogy munkát keresek, és hogy szükséged van-e rám a munkára. És ezzel sokat próbálkoztam, igazából majdnem minden falukban, de sajnos Görögország nem az a hely, ahol munkát ilyen könnyedén lehetne találni. Maguk a görögök sem nagyon dolgoznak, mert nincsen. Tulajdonképpen ez a gazdasági válság, amiben Görögország vagy a dél-mediterrán államok jelenleg is vannak. Ez egy nagyon szép tó volt, egy duzzasztott tó, és ennek a partján írtam egy kölcsön laptoptól, egy ilyen diszkóból, a Workaway-en egy másik farmnak, egy ilyen last minute farmnak, akinek lehet az utolsó pillanatban is írni, hogy elmennék hozzájuk. És végül így is lett, így közöttem ki, ez csak egy kis csendélet. Na jó, hát nem voltak szúnyogok, és lehetett fallat aludni, sátor nélkül csak a hálózsákot leterített az ember, és a szabad ég alatt ez nagyon-nagyon jó volt. Mert később nyáron a szúnyogok ezt sem sem tették lehetővé. Így érkeztem meg hozzá. Ő északnyugat, Görögországban lakik egy farmon, igazából az is egy hobbi hely, tehát nem a megélhetés ehhez. 3 hétig voltam ott. Nagyon-nagyon lefogytam addigra, mert amiatt, hogy nem volt pénzem, vagyis volt, nyilván csak ezt a víztartalékot nem akartam használni, és az a 100 000, ami pedig volt az egészre, az pedig rohamosan fogyott, és a végére egy ilyen kenyér, víz, útszéli gyümölcsök étrendet állítottam be, és így napi 1-2 euróra le tudtam csökkenteni a pénzköltést, és emiatt eléggé lefogytam. És ő iszonyúan főzött, vagy hogy neki a lakomázás az talán nagyon fontos volt. És én ezt igazából nagyon élveztem. Fát vágtam az elején, az olivákat megmetszettük, és utána pedig olivát szedtem. És tulajdonképpen ez ment 3 hétig. Megcsömörlöttem, és a végén el is akartam menni, mert igazából nem ez volt az a hely, amit kerestem. Túl puha volt, és valahogy túl nyugatias. Nagyon jó kapcsolatba kerültem vele, nagyon jól esett a mélység. Ez sokszor hiányzott, hogy emberekkel nem tudok kellően mély kapcsolatba kerülni, de itt 3 hét alatt vele sikerült. Ő egyébként Amsterdamban született, de 14 éve jövő Görögországban. De angolul beszéltünk, mert görögül elég nem tud, és vicces lett volna görögül tanulni, de az angol jóval egyszerűbb volt. Onnan november 1-én jöttem el, és a tengerparti utat követve haladtam Pireusz felé. Az volt a terv, hogy lemegyek Pireuszba, felszállok egy kompra, és emeljek erre a szigetre, ahol ez a farm van, amivel beszéltem mély otthonról. Ez Görögország legtávolabbi pontja, ezért akartam még előtte mindenképpen egy helyen megtelepedni, hogy Görögországot jobban lássam, mielőtt megyek a nagyon messzi helyre, ami az egyetlen biztos pont volt az egész utazáson alattira. Nagyon szép időszak volt, mediterrán november, mint itt mondjuk egy július. Nagyon-nagyon jól esett, hogy a természettel ennyire közel élek, hogy mindig kint alszom, vagy a tengerparton, hogy tengerben fürdök mindig, szabad ég alatt is alszom, ha lehet. Nagyon nagy szegénységben éltem,
ezt a kenyér, víz, szélégyi, meg csak triót folytattam. Gyümölcsösöktől, vagy zöldségesektől kértem el a maradékokat. Igyekeztem, igazából ez egy ilyen önkéntes nyomorgás volt természetesen. Tehát a magam ugyan élveztem is, egyáltalán nem volt szenvedés. De mégis egy fárasztó dolog volt. Itt például egy szeméttel felaludtam. Valahogy, nem tudom, gondoltam, hogy még ilyen se volt, és és magam ugyan szimpatikus dolog a szemét. November 10-én értem a Laténba, ez egy nap felkelte. Akkoriban a Caterpillar nyomógombos telefonommal csináltam ezeket a képeket, azért ilyen fura hangulatuk, mint a festmények lennének. Nem, csak nagyon rossz képeket csinál. Van egy hangulatuk egyébként szerintem. Ez Athén egyébként. Az ott a tengerpart, Pireus, és itt ez a felső rész Athén. Egy a Couchsurfen keresztül ismerkedtem meg, és fiúval, akinél laktam. Egy nagyon jó időszak volt, nagyon jól esett, hogy egy nagyon jó karakter volt igazából, ezt illetve jobban megfogalmazni. Innen egy 24 órás kompozás vezetett Castel Orizóra. Ez egy nagyon nagy távolság. Castel Orizó a legkisebb és a legkeletibb görög-sziget, a török határtól 6 km-re délre. Tehát Athéntól ez rettenetesen messze van, ezért volt ez egy nap kereken. De fantasztikus jó volt a komp, szerintem a kedvenc közlekedési eszközön a Pici után. Nagyon jó, hogy lehet sétálni, a tenger az toposz, tehát hogy arról beszélni sem nem tudunk, csak ámulni és gyönyörködni. Nagyon élveztem, és így érkeztem meg ide. És végül 4 hónapig éltem. Ez az öbölben volt egy nagyon apró sziget, ahogyan mondtam, 300 ember él rajta hivatalosan. Egyetlen falu van rajta, mégis van egy repülőtér, ami elég ostoba mondjuk. Nagyon jó volt, hogy pont a szezon végére érkeztem meg, november közepén is teljes halál volt, és csak körögök voltak. A farm, ahol én laktam, egyébként nem a faluban volt, hanem fönt a hegyen. Hegy 180 méter a legmagasabb pont, de hogy nagyon hegynek tűnt, mert nagyon száraz a klíma. Az első 2 hétben itt is olivabagyú szerettem, és így ismerkedtem meg szépen lassan Dimitrivel. Egy itteni nagyon kicsi házikóban laktam, hát így nézett ki, nem nagyon voltak falai, egy teteje volt, a másik oldalon, tehát ez az egyik oldal, és a mi oldalunkon itt az be volt deszkázva. De természetesen első este egy hatalmas több órás vihar volt, és az egész rázott, és minden rázott, még én is, hogy vacogtam, de utána egy ilyen fóliát kerítettünk. Nagyon tetszett az ezzel a helyen, hogy nem volt benne sem áram, sem fűtés, sem gáz, sem fűtőszoba, sem semmi, csak egy raklap rajta ez a matrac, és hogy az egész teletőben töltöttem a fűtés nélkül, és ez nagyon jól esett, hogy a természet ennyire közel van. A természet lételememé vált tulajdonképpen. Valahogy sosem érzem magamat idegennek ott. Sosem vagyok teljesen egyedül. És ez nagyon jól esett, hogy kint ugyanilyen hideg van, mint bent. De a tél ott nagyon enyhe. Egyszer volt 2-3 fok pár napig, ez volt a maximum. De a hálózsákban is könnyű, hogy lehetett bírni. Ő Dimitri, ez az új ember. Nagyon érdekes ember. Németül beszéltünk, már ez is érdekes volt, mert az érettségi után elég gyengéződött a német tudásom, de 4 hónap németül beszélés elég sokat segített a végére. Nagyon szimpatikus ember volt, nagyon hosszú élete volt, és rengeteg mindent csinált. És nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen ebben találta meg a nyugalmát, hogy van egy hatalmas nagy farmja, 8 hektár, és azt így játékból csinálja, tehát nem megélhetésből. Egyébként szakácsként dolgozik egy étteremben lent a faluban nyaranta, vagyis amikor a szezonban. És ő volt a főnököm, mondhatni. És így kezdődött el a mi barátságunk. A végére nagyon-nagyon szoros kapcsolatba kerültünk, és nagyon-nagyon megszerettem. És ez nagyon-nagyon jól esett, egy nagyon-nagyon értékes ember. Minden furcsasága ellenére. Vagyis egy ilyen megosztó figura volt a faluban lent. Mondtam neki már az elején, hogy nagyon szívesen megcsinálok bármit, amit mond, vagy bármit, amit kér. De sajnos szükségem van némi zsebpénzre ahhoz, hogy tovább folytathassam az utazást. Innen nem szeretnék hazamenni, csak azért, mert a pénz nincs meg. Idegesítő, hogy nagyon kevés kell, női is kell. És ez bántott.
És minden nap dolgoztam, és jóval többet, mint amennyit ennek a Workaway-nek a filozófiája elvárna. Hétvégén is, és amúgy is reggeltől estig, és amit csak kért, teljesen önből. Szimpatikus volt ez a sztalmagizmus egyébként. És nagyon-nagyon tetszett az, hogy minden este annyira fáradt voltam, hogy nem tudtam megmozogni. Ez például egy munkám volt, és ezzel végül tudtam pénzt is keresni rajta keresztül. Ilyen ösvényeket, vagy utakat csináltam a hegyen, hogy lehessen kirándulni. Ezek egyébként kecskék. Szerintem háromszor több kecske volt, mint ember a szigeten. És ezeket csináltam, ez is hetekig tartott. Nagyon tetszett ez a jobbágynak tűnő életmód, hogy reggeltem. Kenyér, víz a táskában, kap a vállalon, kimentem a hegyre, írtottam ezeket a rozmarinkokat és kapukfüveket egész nap, és aztán este halálfáradtan, ettem, aludtam, és ez volt az egész. És itt eltelt tulajdonképpen az egész tél, itt töltöttem a karácsonyt is, a szilvesztert is, a januárt is, elég sok eső volt a végére, de egy nagyon-nagyon szép időszak volt. Nagyon-nagyon tetszett, hogy minden nap, minden pillanatot a természetben élek meg, és nem menekülök el előle. Februárban jöttek még négyen önkéntesek, a negyediken becsinálja a képet. Az is egy érdekes szín volt, sok minden változott, és onnantól már éreztem, hogy nem nagyon van itt helyem igazából, és akkor tűztem ki, hogy március 10-én minden el fogok menni. Ez egyébként a falu, ez Castellorizó község, és szemben az ott már Törökország. Tehát a túlparton át lehetett látni, és minden nap láttuk a török partokat. Egyik nap, amikor az utat csináltam a hegyen, egy fiatalember egyszer csak megjelent, megállt előttem, és elkezdtünk beszélgetni. Nagyon szépen beszéltem róluk, és nagyon érdekes volt. Igazából szerintem ő volt az első ember, aki nem nyugati volt, ha lehet így fogalmazni. Nagyon érdekes volt, ahogyan hozzáállt családhoz, barátsághoz, államhoz, munkához, művészethez, valahogy azt éreztem, hogy teljesen más. Én kapáltam a rozmarinkokat, és ő pedig csak át és mesélt. És ette a kagyi görög citromos kekszet. És nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus volt. Azt éreztem, hogy ez egy teljesen másik valóság, amiben ő él, és hogy ezt meg szeretném ismerni. És így született meg a gondolat, hogy átmegyek Törökországba mindenképp, és ő egy kurd fiatalember volt, dél-kelet Törökországban származik, de a szemközti faluban laknak is festőmázolóként dolgozott, és mondta, hogy ha elmegyek Castellorizóval és Törökország felé megyek, akkor mindenképp látogassam meg. És így is tettem. Felhívtam az előtti nap, hogy elmentem volna, és mondta, hogy várnak a kikötőben. Nagyon nehéz volt elbúcsúzni a Dimitritől, igazából sírtam. És furcsa ez, amikor az ember nagyon mély kapcsolatba kerül valakivel, és aztán elbúcsúzik tőle, valószínűleg soha többen nem fogjuk látni egymást. Nagyon-nagyon nehéz volt. Az nagyon sokat segített, hogy a kikötőben tényleg találkoztam Masummal, ez sem is egy rossz kép, ő vele. És körülbelül 2,5 órával később már dolgoztam neki szobafestőként, és vakolni és gipszkartonozni különböző ilyen nagyon luxus nyaralókat. Nagyon tetszett, hogy családtag lettem hirtelen náluk is. Tehát azt mondta, hogy figyelj Peti, te azt mondtad, hogy meg szeretnéd ismerni a kultúrámat, szerintem az a legjobb módja, hogyha velünk élsz. És ez így is volt. Mögé ültem a motoron, elmentem az apukájához, mindenféle családtagjához. Pontos, hogy így hozzá lettem bilincselve, és ez nagyon izgalmas volt. Vagyis ez a közel-keleti valóság, ha lehet így fogalmazni, ez egy hihetetlenül más dolog. Nem nagyobb, tehát nem 100%-ban más, de mégiscsak szokatlan és ismeretlen, ahogyan egymással beszélnek. Hogy nem használnak evőeszközöket, hogy nem használnak tányérokat, hanem csak így középen van a tányér, és akkor mindenki vesz. És kenyeret használnak evőeszköznek is azzal. Tehát, hogy ilyen kicsi dolgok, amik mégis valahogy mássá teszik az életet, vagy egy ilyen furcsává. Nagyon szerettem a munkát is vele, nagyon szimpatikus fiatalember volt. De vonzott az utonlevés. Vonzott az, hogy haladjak, és elhagyjam ezt a térséget. Én aztán 4 nap után elbúcsúztam tőle, és öngyújtam Kelet-Törökország felé. A tengert követtem, elmondhatatlanul szép, most már környék következett. Egészen addig mentem a tengerrel, amíg volt. Tehát utána egy idő után elmúlt.
ott, amikor elmúlt kerültem be, a Mersini, ez egy nagy város Dél-Törökországban, a Mersini Egyetem Bringás Egyesületében, és elmentem velük a Pillára, doktorkölyükhöz. Nagyon jó volt megint csak. Nagyon jó, amikor velem egykorú emberekkel is tudok lenni, és az ilyen egyetemi egyesületek nagyon jók, majd később lesz még egy ilyen. Ő is hallmeresztően jó sztori volt. De ez is csak azt hiszem 2 nap volt. Nagyon úton akartam lenni. Izgalmas volt Törökország. Adanában készült, ez egy ilyen Budapestnél 2,5-szer nagyobb város, Törökországban. Ez is olyan, mintha festmény lenne, pedig ez csak egy fénykép, csak a kamera nagyon fura. Igazából minden ilyen új vagy szokatlan dolog, akár építészetben, akár viselkedésben más volt. És ez nagyon tetszett, ez egy elég fura sztori volt. Itt az történt, hogy ezen a folyóparton találtam egy sátorhelyet, ez kb. 10 perc séta volt a főúttól. És amikor felvettem a sátrat, jött el egy juhász a juhaival, és megkérdeztem, addigra már azért pár szót tudtam törökül, hogy szerintem rá lehet-e itt sátrazni, ez nem gond. Mondta, hogy hát nem, itt lakom szemben, ez sem gond. És aztán fürödtem egy kicsit a folyóban, vacsoráztam, szokásos esti rutin, és aztán lefeküdtem aludni. Nagyon mélyen szoktam aludni, és egyszer alszom, akkor többnyire úgy megadok egészen reggelig. És az éjszaka közepén valamikor arra riadtam föl, hogy reflektorok világítanak mindenit, és valaki veri a sátor tetejét, és hangosan beszél. Hirtelen felültem, és a sátorból csak 4 kézláb lehet kijönni. És mint a filmekben, pontos olyan volt, így voltam a földön 4 kézláb, és így néztem szépen lassan körbe is föl, és bakancsok mindenütt, katonán, két fegyverekkel, én álltak előttem. Én szépen nem felálltam. És még félig aludtam, és az álomban úgy benne voltak a szememben, amikor az ember így nem tudja kellően kinyitni. És így össze van tapadva teljesen, és világított mindenki. És folyamatosan beszéltek törökül, és egyetlen szót se értettem. Olyan volt, mint teljesen szürreális volt az egész. És aztán mondtam, hogy Ultimum bentőcse bibiorum, mégis nem tudok törökül. Egy kicsit megállt, és folytatták törökül ugyanúgy. És így kezdtem magam azt kérdezni, hogy a személy viszonylag jó kinyíltak. És csak az egyikük mondta, hogy dokument, dokument. Bementem a sátorba, elhoztam az útlevelet, megnézte a parancsnok, betette a zsebébe, behúzta a cipzát. És aztán szépen lassan elmagyarázták, hogy így nagyon veszélyes sátrazni, mert terroristák vannak az erdőben, illetve farkasok, arról nem is beszélve, hogy a folyó kijönthet. Érdekes, igen. A veszély kifejezés teljesen máshogy van értelmezve a Közel-Keleten. Vannak dolgok, amik veszélyesek, és vannak dolgok, amik számunkra veszélyesnek tűnnek, de ők meg így a legnagyobb egyszerűséggel csinálják. És szerintem valahol ez is ilyen volt, hogy tényleg nem viccből csinálták, hanem tényleg azt gondolták, hogy ez veszélyes. És próbáltam elmagyarázni, hogy hát talán arra van veszély, nem baj. Remélem a reggelig tartó 7 óra alatt nem fog senki felkelteni. Nem tudom, még meleg az a hálózsák, nagyon szívesen. De mondták, hogy nem pakoljak össze mindent, és menjek el. És valahogy eddigre rájöttek, hogy nem vagyok félelmetes. És persze már rég leeresztették a puskákat, megkínáltak civivel, ez már nagyon jó diplomácia. És aztán világítottak szépen lassan, de azért elég rossz, hogy ugyan összefakoltam a sátrat. Segítettek cipelni a táskákat, az is nagyon jó volt. Visszamentünk az egyik kocsijukhoz, betettünk mindent, elmentünk egy benzinkútra. Mondták, hogy itt aludhatok, aztán jött a benzinkút, és mondta, hogy ne. Hát mentünk egy éves házhoz. Ott volt pár szír fiatalember, akik ott laktak. Ugye rom volt. Én találtam egy ágyat is bent, mondtam, hogy ez nagyon jó, hadd feküdjek, de nem, itt veszélyes. És aztán kikötöttünk az egyik katona fegyveresztelgályos műhelyében. Minden puskák a falon, és a földre ütöttek, és mondták, hogy itt aludhat, ez így jó. Ezért kaptam a matracot, és elaludtam. Ennyi a sztori. Bár 2 ember az ajtó előtt állt puskával, és így ezt az álmúan. Bár egy műhelyben, ez az fontos. Ilyen sem volt még is. Ez lényegképpen nem csak lenni Törökországban. Nagyon jó volt. Ez egy pár nap, viszonylag hosszú időszak volt. És
Hát nagyon-nagyon jóba lett most is sok emberre. Ezután az út a szíriai határ mentén vitt. Szíriában nem mentem át a határa, az elkapomnak, meg Szíria most nem olyan jól van menni. Jó. Ez Sandúrfában van. Itt született egyébként Jób, és azt hiszem Ábrahám is, azok a bibliai. Biblia Jób és Ábrahám. Az út szinte folyamatosan párhuzamosan ment a határa. Néha annyira közel, már Mezopotámia lankáin, hogy az út volt a határ. Egyszer kaptam is SMS-t, hogy üdvözlünk Szíriában, na, nem is tudom, mi hálózatán. Egy jó időszak volt, megismétlődött 4 nappal később ugyanez a rendőrös sztori, bár ezúttal nem voltak géppuskák, és onnantól elhatároztam, hogy csak benzinkutyakon fogok aludni, benzinkutyakra kérdezkedtem be mindig, és ezek ilyen teljesen biztonságos, vagy ezek ilyen szent helyek. Mindenki kocsival megy, senki sem biciklizik természetesen, vagy ilyesmi. És ott mindig találtam valami helyet, ahol aludhatni. Ez volt talán az első találkozás egy ilyen igazán tradicionális szunnita muszlim környezettel. Teljesen véletlenül megálltam egy bolt előtt, ez már nagyon közel volt az iraki-szíriai hármas határhoz. És egyszer csak egy testépítő, aki közben követett egy bicóval, mondta, hogy hát nem menjek be oda a zöldségekbe, menjek és megyek vele. És végül is beleegyeztem. Aztán találkoztunk egy másik testépítő barátjával, ő végül megjött, és aztán vele, ő is egy barátja. Ők egy kurd család, mindenféle rokonok. Ő török, ez érdekes, hogy törökök is kurdok barátságban vannak, ez nagyon-nagyon ritka. És ők mi ketten kerültünk oda vendégként. Ezek a házak tulajdonképpen nincsenek bennünk bútorok. Ha vannak, azokat nem használják. Van egy étkezőasztal, de mindenki a földön eszik így. Mert az étkezőasztal igazából a filmekben van, és ez valahol a divat, de nem használja senki. Mindenütt szőnyegek vannak, és mindenütt párnák vannak a fal mentén. És tulajdonképpen mindenki a földön. És amikor bementünk, igyekeztem, vagy nagyon megvoltam ilyenkor mindig szeppenve, mert ezek nagyon idegen környezetek és helyzetek. És hál' Istennek nem keltettem semmilyen botrányt, ezáltal nem ismerem az illemet, vagy a szokásokat. De nagyon nehéz volt. Például bevezettek egy szobába, ahol a férfiak hevertek, tulajdonképpen így fekve a szőnyegen, nyomogatták a telefonjukat. Én is, mivel férfi vagyok, én is ebbe a szobába kerültem bele, és nem a női oldalra. De a kisfiúk is, tehát a kisgyerekek is a családból ott voltak. És a kislányok, akik egykorúak voltak a kisfiúkkal, ők viszont teát szolgáltak föl nekünk, meg a testvéreiknek. És valahogy nagyon durva volt, hogy álltam, és jött egy kislány, és miközben teát adották, így gyakorlatilag felülük volt. És nagyon-nagyon nem viselem el, amikor engem kiszolgálnak. Sokkal szívesebben vagyok valaki szolgálja, mint hogy úgy legyek. És nagyon-nagyon megijedtem. Mondtam, hogy hát már, várj már fel, csinálj már ezt. Valahogy nagyon megalázóak, és ezek a hierarchikus dolgok itt nagyon erősek. És amiatt elég sokat szomorú, vagy hogy ez egy ilyen vergődés volt sokszor. A lakoma persze hatalmas volt. Oda mentünk, ettünk, megettük az ennivalót körülbelül egy harmadát, utána felálltunk és átmentünk a másik szobába, miközben a nők megint átszolgáltak föl. És ők pakolták el ezt mind, miközben ők főzték. Tehát valahogy ez ilyen nagyon, nagyon nem éreztem, hogy ez fair lenne képen között. Átmentem utána iraki Kurdisztánba. Ekkoriban az volt a terv, hogy nagyon sok jó történetet hallottam iraki Kurdisztánról, ez Irak északi részén egy autonóm terület. Még Irakban volt iszlám állam, és egy nagyon instabil hely jelenleg is. Iraki Kurdisztán egy biztonságosabb és nyugodtabb hely, ott soha nem is volt iszlám állam, van saját hadserege, saját határai a hivatalos Irakkal, és ide vízum sem kell, még a hivatalos Irakban ilyen. És a kurdság nagyon-nagyon vonzó volt, már tél Törökországon is a végén csak kurd területeken voltam, és törökökkel nem is találkoztam, és itt ez egy viszonylag homogén kurd lakosság, 8 millió a teljes lakosságból, 5 millió kurd és 2 millió iraki arab menekült. Az volt a terv, hogy elmegyek iraki Kurdisztánba, pornói bentekusz kapcsán nagyon sok infót tudtam meg erről a helyről, meg más utazóktól is olvastam és szereztem információkat, és ekkoriban született meg szép válaszom, hogy el akarok jutni Iránba is, ez viszont kellett egy vízum, amit online, egy
honlap és egy utazási időt segítségével is kezdtem intézni. De ez még függőben volt, egyáltalán nem volt biztos, hogy ezt végül megkapnám. Nagyon szép vidék volt, ez teljesen toszkán hangulatú szerintem, a házat jóval lepukkantabbak, de valahogy Irakról nagyon nem ez a két kultúrban szerintem, hanem az Andrés mondta, amikor először megtudta, hogy Debbe akarok menni, hogy hát nincs ott semmi, csak sivatag, kecske, meg Allahu Akbar. És tavasz volt, és minden burjánzott, minden nap esett eső, és nagyon eszméletlenül szép természet volt. Így érkeztem meg Erbilbe, ez iraki Kurdisztán fővárosa. Nagyon izgalmas, hogy mindenki ilyen emlékényeszerű ruhákban jár. És nagyon-nagyon jó emberek. Nagyon-nagyon jól éreztem magamat ebben az országban. 16 napot töltöttem ott, és ebből egyet töltöttem egyedül. Minden esetben valaki megjelent, és megkérdezte, hogy segíthetek. Erre én azt mondtam, hogy igen, keresek valami sátorhelyet, vagy ahol éjszakázhatnék, és mondta, hogy ne sátorhelyet, gyere hozzánk, együnk együtt, aludjunk. És számomra ez a közvetlenség ember és ember felé, ez teljesen hihetetlen. Hogy számunkra itt, néha még azt is félünk megkérdezni valakitől, hogy mennyi az idő, és ott egy teljesen vadidegen embert nulla perc bevezetés nélkül meghívsz az otthonodba. Ott ez működik, mert emberek teljesen másodat viszonyulnak egymáshoz. Ez egy nagyon jó oldala, vannak ennek egyébként szerintem nagyon haszontalan oldalai is, vagy ilyen ügyetlen oldalai is, de ez egy nagyon szép oldala. Nála laktam ennél a lánynál, Louis Rowan, ez a neve, angol egyébként, egy civil szervezetnek dolgozik, és nála laktam 5 napig. És itt, Erbilben az iráni konzulátuson el tudtam intézni a vízumot Iránba. Nagyon közel-keleti dolog volt, csak fizetni kellett, semmi hajcidő nem volt. És utána haladtam tovább. 3 napnyi bringázásra értem el Szulejmániába, ahol hát ez egy borzalmas élmény volt. Igazából megbetegedtem egy csapvíz miatt, és ez egy 5 emeletes ház volt, és a ház alatt volt egy kút is, éppen ezért ingyen volt a csapvíz, de senki nem ellenőrizte. Mondták utólag, hogy ja igen, azt nem szabad meginni, de ez igen már késő volt, és másnap gyakorlatilag mozogni nem tudtam. Ilyen nagyon szürk és zöldes színe volt, és elég büdös is volt, és én ezzel zuhányoztam, és utána fogat is mostam, és valahogy nem vettem észre, nem tudom, fáradt voltam, vagy ilyesmi, de ez egy nagyon-nagyon ostoba díva volt, mert napokig aludtam igazából. Nagyon aranyosak voltak, nagyon jó emberek voltak, felajánlották, hogy elvisznek kórházba, főztek krumplit vajjal és sóval nekem, meg kólát is hoztak. És egy nagyon jó regenerálódás volt, de annak ellenére talán a legdurvább magánélmény volt ez, hogy egyedül egy ilyen városban a legnagyobb leprában megbetegedni, és megpróbálni nem hányni közben minden illat és minden kép valahogy. Nagyon rossz. Innen mentem tovább az iráni határ felé, nagy emelkedők voltak. Ez egy 60 km-es emelkedő volt. Nagyon jó ez a kép. Ez egy gyakori jelenet volt egyébként, hogy egy autó csak megállt előttem, és kiszálltak emberek, és kivagytak, és mondtam, hogy ezt nem tudom. Aztán megállt még egy autó, és így aztán 11 ember. És nagyon-nagyon jó, nagyon tetszik ez a kíváncsiság, vagy jó indulata, hogyan ezek az emberek is jöttetnek idegenek iránk. Velük nagyon sok közös nyelvem is volt. Kettőjük Németországban dolgozott, másik kettőjüknek pedig angol útlevele is van, mert sikerült még Saddam Hussein rendszeré alatt Angliában már tudnék angol állampolgárságot szerezni. És egy ilyen hatalmas nagy dőkúségetéssel elmentem velük. Egy nagy lakoma volt. Utána elkezdtem még Iránba. Ez a Warm Showers nevű bringás közösségen, az olyan, mint a Couchsurf, csak picósoknak. Azon keresztül ismerkedtem meg ezt a... Hát ez egy emberként volt ott meghirdetve, de ez egy civil szervezet, hashtagcycling.org. Egy 10 fős közösség, akik tulajdonképpen a fenntartható fejlődést tartják minden a középpontjában, ebből kifolyólag nagyon sokat bicikliznek. Ez egy nagyon kedves dolog, mert Iránban ez, tehát maga a bicó is, és a fenntarthatóan való gondolkodás is nem egy népszerű dolog, vagy nem része a rendszernek ez egyelőre. De ennek ellenére nagyon tetszett
az a jó indulat, vagy az a lelkesség, amiben ezt csináltak. És amikor én erről hallottam első este, én is mondtam, hogy hú, hát menjünk szemetet szedni, hát akkor mi jó, én hónapok óta, vagy nem, már másfél hónapja nem csináltam semmit, csak bicikliztem, nagyon jó lenne csinálni valami értelmeset végre, és mondták, hogy hát végül is, igen, nekünk a megtiszteltetés, ez egy jó ötlet, és másnap csináltunk egy szemétszedést, fölvettünk ilyen sárga mellényeket, és nagyon belerovaltam magamat, hogy de jó, egész napos világtakarítás következik. De elfelejtettem, hogy ez közel kellett, és az emberek itt egy másik valóságban jönnek, és másikra viszonyulnak mindenhez. 25 perc után mondták, hogy na jó, most már hagyd abban a hatállatot. De hát még fele sincs a zsák, vagy hogy én azért még gyűjteni. De hogy ne, ő hozott ennivalót, gyere, menjünk el, várjunk. És a 25 perc alatt készült kb. 500 gép, a végén volt a már kókolás, a táskák, a zacskó, World First Day. Ez is szép, csak sajnos mégis csak több, mint a semmi, de még mindig nagyon kevés. Nagyon jó indulatú és nagyon szép emberek voltak, de ezek a különbségek milyen valahogy idegennek éreztem magamat, karakteretesnek. Pár nap után mentem el onnan, hatalmas hegyek következtek, ez a nyugat, az Alkrosz helység volt, itt hó is volt, és akkor kesztyűjük kellett. Nagyon-nagyon szép hely volt, és ezzel el is hagytam iráni Kurdisztánt. Kurdisztán egy nagyon nagy rész, és nagyon sok helyen laknak kurdok, jelenleg 4 országban. Ez egy nagy birodalom volt, amit Atatürk, amikor létrehozott Törökországot a 20. század elején, akkor ezt felnézették. És most laknak kurdok Iránban, Törökországban, Irakban és Szíriában. Átéltem Iránnak Lorestan részére, az egy tartomány tulajdonképpen, ahol lori emberek élnek, akik loriul beszélnek. És ők egy sátorlakú nomád család voltak. Egy motorral egy fiú, egy ő mellé szegődött, és mondta, hogy gyerek, ebédelj velünk. És én ismerkedtem velük. Eddigre már beszéltem valamennyi is perzsául, és így tudtunk beszélgetni. Nagyon érdekes kívülállói voltak a civilizációnak, sátokban laknak, nem fizetnek semmilyen adót, vagy ilyesmi. Télen fölmennek a hegyekbe, ahogy tudnak legelni az állatai, nyárra meg lemennek az Arab-öböl, a Perzsa-öböl alsóbb részeire, ahol nyáron is ilyen 25-30 fok van. Utána a tál kezdett egyre szárazabb és szárazabb lenni, én ennek nagyon örültem, még soha életemben nem voltam sivatagban, és ez egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy ilyen tájban vagyok, és ez egyre ilyenebb, hihetetlenül szép volt. Rajta keresztül ismerkedtem meg életem legkívülállóbb emberével. Neki volt egy barátja, egy pásztor, aki a sivatag közepén lakott egy föld alatti kőiglúban, és teljesen az állataival élt. Tehát csak az ő tejüket itta, mert a vizet nem tudta meginni az oázisból, és egy ilyen hihetetlenül kiszakadt ember volt, és neki is volt okostelefonja. És tényleg mindenkinek van, és mindenkinek a barátja. Izgalmas volt, hogy ez már szinte teljesen sivatag. Érdekes volt ezzel az emberrel is találkozni, akinek egyébként volt családja, és részben a faluban élt, de részben meg ebben a kőiglúban semmi közepén. Utána elkezdtem meg Iszfahánba, ez egy nagyobb városi rendben, egy nagyon-nagyon érdekes hely. A perzsa kultúra egyik mekkája, vagy szokták mondani, hogy Irán kulturális fővárosa Iszfahán. Ez a Sziuszepor híd, ami alól sajnos a kormány eltüntette a folyót, egy gáttal, így csak tavasszal néha-néha van folyó. De alapvetően ki van száradva, de egy rettenetesen régi perzsa épület. Ez egy különös nap volt, amit fontosnak érdekel beszélni. Ekkoriban ez a kelet felé haladáson utolsó napjai voltak. És láttam a nagy utat, ami két nagyobb város között megy, de az a nagy út volt, ez egy esztráda hangulatú út, és ezt igyekeztem mindig elkerülni. És láttam egy rövidebb utat a térképen, egy Iránba vásárolt Irán térképen volt, és gondoltam azért, ez mindig jobb a helyi dolgokat venni. És ezzel láttam egy kisebb utat, és az utolsó nagyobb városban körbe is kérdezősködtem, hogy ismerik-e ezt, hogy ez szerintük járható a bicóval, és azt mondták, hogy igen. Kaptam is egy telefont, és a vonal túloldalán egy angolul tudó fiú mondta, hogy igen, ő ismer egy bringást is, aki már ezt megcsinálta, 120 km lakatlan sivatag tulajdonképpen,
azt mond, vagy én láttam a térképen két falut is útközben, és ezzel számoltam is, és azt mondta, hogy az út első fele az aszfalt, a második fele földút, és van középen egy karavánszeráj, majd ki fog terülni, hogy ez micsoda. Amikor rákanyarodtam erre az útra, jöttem rá, hogy szembeszélnem, nagyon durva szembeszél, de azt gondoltam, hogy van ennivalóink, van 4 liter vizem, az első felülőben az nem lehet annyira sok, és ezt meg tudom tenni, ezért szépen lassan mentem. Igazából a szembeszélnél mindig ez a legegyszerűbb, hogy így engedni a szélnek, és hogyha lenyom, akkor lenyom, és én gyalogtempóban haladtam, látogat elég futó egyenes, és teljesen is ég. És ez ment egész nap. És délután, szerintem ilyen 4-5 óra lehetett, már elég fáradt voltam eddigre, elég sok vizet megittam, és én mindig nem volt semmi a falu. És egyszer hátrafordultam, és láttam, hogy fekete felhők gyülekeznek, és egy vihar készül. És pár perccel később láttam, hogy ez a vihar még mindig ott van, és nagyon érthetetlen meteorológiai jelenség, hogy a szél fújt egy irányba, és fölötte a vihar azzal ellentétes irányban jött mögöttem. És kezdtem nagyon megijedni, hogy mi lesz, hogyha elér, hol fogok aludni. Itt nem tudom felverni a sátrat, a cövegek kifordulnak ebben a laza talajban, a szél meg amúgy is összedöntik, szabadban aludni, esőben nagyon hülyeség lenne, közelsávon semmi fém sincs, és mögöttem már villámlik ez a borzalom, és a bicófémből van. Kezdtem remegni, és nagyon-nagyon kétségbe esni. Eltelt egy óra, és még mindig ez ment. Igyekeztem nagyon odalépni a pedáloknak, de minél erősebben feszül az ember ellene a szélnek, annál erősebben nyomja vissza, hiszen ellentétes irányba fúj. És kezdtem kifejezetten pánikba esni. És már imádkoztam, és magamhoz beszéltem hangosan, hogy ez most tényleg egy teljesen reménytelen helyzet. Hogy itt nincs hova elfutni, nincs hova bebújni, itt nincs semmi. És utána, mint a mesében, az út fölment egy kis dombra, és ahogy átbillent, nagyon alacsony hágó volt, egy oázis volt, egy kis tó, kicsi zöld növény, és egy kőház, és hát ez nem tudom pontosan, a falvakat nem találtam meg. Szóval lehet, hogy ez az, amit a térkép mondott. De magítom is. És ja, nagyon-nagyon nagy megkönnyebbülés volt ez. Betoltam a biciklit, kicsit mosdottam abban a tóban, és 15 perc múlva megjött a vihar. Először a homok, utána a dörgés villámlás eső, és én csak ültem bennet, és azt gondoltam, hogy itt minden, bármennyi pénzed lehet, nem ér semmit. Csak ez a 4 fal, és ez azon mindennél többet. És hogy ez milyen fura kép, hogy az emberi sivatagban van, és amit az eső. Másnap reggel szembesültem vele, hogy 1 liter vizem maradt, és az oázis vissza sajnos nem iható, elég sós volt. És nem tudom, hogy hol vagyok ezen a 120 km lakatlan szakaszon belül. Lehet, hogy még hátra van 80, akkor viszont az vége nagyon szomjas lesz. És ez félelmetes volt. Gondoltam, hogy rossz maradok, de előző nap összesen 2 autóval találkoztam, és ez nagyon bénának tűnt volna ott ülni és várni, hogy jöjjön valaki, miközben lehet, hogy nem senki. És végül tovább mentem. Pár kilométer után az aszfalt földútra váltott, akkor tudtam, hogy kifélúton vagyok, és meg is pillantottam a karavánszerájt. Egy pár száz méterre volt az út mellett. Már láttam karavánszerájt, és gondoltam, hogy most kihagyom, mert már láttam, és nincs kedvem esni kelni a homokba. De aztán végül valami azt mondta, hogy mégis oda kéne menni. És így néz ki egy karavánszerály, ez a kereskedőknek átmeneti szállása volt a Selyemúton. Néhányukat felújították, néhányukat csak áll a semmi közepén, mint ez is, és rohadt. Az érdekes, hogy olyan távolságokra építették mindig őket, amit a teveik még egy ivással meg tudnak csinálni, amikor megdögölnének. És ahogy sétáltam a fal mellett, éreztem, hogy valami lesz bent. És betoltam, és megláttam egy zöld sátrat, és egy embert, aki néz ki a sátorból, hogy úristen, hát ez akkor csak ide. És így is megtettem meg Luisszal. És szintén bringás. És mondta, hogy hát igen, igazából kicószhatunk együtt pár kilométert, ha gondolod.
és ebből végül lett azt hiszem 3000 kilométer. És két hónapig éltünk együtt. És egy nagyon-nagyon szép barátság kezdődött ezzel. De nagyon vagyenes volt, 10 km lejtő, hátszél, és itt barlászunk. És ez nekünk is nagyon erőt. Kezdtünk egy Jászkba. Ez volt az utazásom legkeleti városa. Itt Louis megkért, hogy menjek el vele Sirázba. Nekem a tervem az volt, hogy az, mint az utazás legkeleti pontja után, Teherán, vagyis Nyugat, vagyis Sojmár felé fordulok. Siráz pontosan az ellenkező irány, de annyira izgalmas volt nem egyedül lenni, hogy végül elfogadtam. Azt gondolom, hogy van még pénzem, és nagyon szívesen lennék vele. Ez egy ottani meccsekben készült egyébként. Ez a zoroasztriánus vallás központja volt. Azért volt, mert már nem igazán van Irán egy iszlám köztársaság, és aki nem muszlim, az gyakorlatilag nincs. A társadalom 1% az zoroasztriánus, azt hiszem. Tehát most ez is egy muszlim meccsek. Nagyon szép sivatagi szakaszok következtek. Nagyon szerettem a sivatagot ekkoriban. Nagyon izgalmas az a helyzet, hogy egy teljesen élhetetlen környezetben az ember él és virul. És tetszett ez a felelősség is, hogy mindig minden egyes csepp víz kincset ért, és ezt be kellett osztani. Fogmosás után nem köptük ki, hanem lenyeltük. Mindig néztük, hogy mi hány kilométerre van, mennyi vízből mentünk tudunk eljutni. És tetszett ez a tudatosság benne igazából. Louis-szal nagyon jó kapcsolatba kerültem. Nagyon harmonikus barátság jött létre. És nagyon szerettem igazából mindent, ami velem van. A sivatag egyre sivatagabb lett, itt már semmilyen növény nem volt. És lélegzetelállító volt igazából. Nagyon-nagyon sok ember segített nekünk, nagyon-nagyon sok ember ajándékozott meg a bizalmával és a szeretetével volt, azt hiszem egy hét, hogy minden este volt valaki, aki befogadott minket. Louis nagyon rá volt kattam a kisgyerekekre itt is. Ez nagyon jó volt, nagyon tetszett, mert ez, ahogy ezt már mondtam, ez szerintem egy csodálatos dolog, és ebből nem lehet jól lakni. Az emberek teljesen gátlástalan szeretete. Szeretetéből. Ugyanakkor elég sokat vergődtünk női-fiú kapcsolatok kapcsán, vagy ezeket látva azáltal, hogy bekerülünk egy családba, ha csak egy éjszaka erejéig is azért látjuk az arcokat, látjuk, hogy ki hol van és ki mit csinál, vagyis ki mit csinálhat. És ez elég nehéz, és emiatt nagyon sok... A Louis bátrabb volt, ő volt, hogy botrányt keltett, de én csak ültem csöndben is. Nem tudom. Szomorkodtam. Ez egy nagyobb hegységben volt, ez már Siráztól észak felé haladtunk. Nagyon szép természet volt, és megint tudtunk szabad ég alatt aludni. Ez az egyik legnagyobb szabadság szerintem, amikor az ember csak a szabad levegő mászik, és bárhol van ott. Ekkoriban a bicó elég sokszor lerobbant. Ez nem egy új bicó, vagy nem egy ilyen csúsz szuper vinga. Itt például eltört a váz, ez volt talán a legkurvább. És egy nagy hágóban vettem észre, hogy a kerék egy kicsit így gérben áll. És így felfordítottam, és akkor láttam, hogy a papucs, ami a tengelyt tartja, tehát a hátsó tengelyt, ezt a papucsot két fémöntvény köti össze a hátsó villával. Az egyik öntvény tört el, tehát, és ezért átverdén a kerék. A másik öntvény még tartott, a félő volt, hogyha a másik is eltűnik, akkor kiesik, nagyon nagy zakúzás és sétálás hazáig, nagy sípolás, tehát nagyon-nagyon féltem és szorongtam, de túlélte a gurulást. Az első faluban találtunk zseniális kovácsokat, akik egy perc alatt meghegesztették, és természetesen semmilyen fizetséget nem fogadtak el. Utána fölmentünk Isfahánba, ahol már egyszer voltunk, ez nehéz volt. Nyomasztó volt egy kicsit oda menni, a legszomorabb voltam. És eddig nagyon-nagyon jól laktunk a sivataggal, és nagyon megnyugodottunk tőle, hogy ennyire meleg van, hogy minden van, minden nagyon száraz. Sehol sincsen semmilyen növény, mert az emberek is igazából ilyen jóval mesterséges, vagy hát ez nyilván egy nagyon idióta szó, de ő nagyon városokra vannak szorítkozva, és csak a városokban vannak fák mondjuk. És ezért stoppoltunk Isfahánból Teheránba.
másfél nap volt, meg lehetett volna végül egy nap alatt, ez 500 km volt, de szükségesnek éreztük, mert már nagyon elegünk volt ebből a környezetből, és a vízumok is elkezdtek szorítani, amit egyébként meghosszabbítottunk, tehát mind a kettőnknek végül 2 hónaposra zúzott a vízum. Nagyon jó barátokhoz kerültünk, ezt velük voltunk Teheránban. Én őt még Iszfahánban ismertem meg, és nála laktam, ők ketten az ő unokatestvérei, ősz pedig igazából hozzánk csapódott, mert az ő barátai elutaztak, az ő teheráni barátai. Nagyon-nagyon szép időszak volt. Teherán nagyon-nagyon más Irántól. Az a keménység, ami Iránban van, Teheránra is érvényes, de valahogy mégis az emberek mások. Iránban, hogyha egy fiú és egy lány együtt alszik, akkor ez egy halálbüntetés jelentették meg, hogyha nem házasok. De nem végeznek ki senkit, mert nincs aki tanúskodni. Nagyon érdekes, hogy az állam ennyire embertelen, ennyire őrült, és közben az emberek pedig ennek teljesen az ellentéte. Egyetértek azzal a mondással, hogy minden nemzet megérdemli a vezetőit, de szerintem Irán az egyetlen kivétel. Amit eddig ismerek, teljesen értetetlen, hogy egy ilyen nép hogy rendelkezik, hogy egy ilyen kormánnyal, vagy egy ilyen hatalommal, akik Kína után Irán vezeti a kivégzéseket egyébként. Vagyis hát a legtöbb kivégzés itt történik. Ha megtalálnak egy spanglival, halálbüntetés. Ha megtalálnak egy üvegborral, azt hiszem 40 év vagy ilyesmi. Teljesen őrült is persze, csomóan spangliznak és boroznak. És ezzel szemben mennek. Az egész Ramadánt Iránban töltöttük, és összesen 3 emberrel találkoztam, aki ült ahol. Vagy mindenki ezt, mint lázadás, vagy a másságunk kimutatásával szemben mennek, és tulajdonképpen nem muszlimok. Vagy nem úgy, ahogyan a kormány ezt elvárja. A Ramadán tényleg szinte senki sem tartotta. Még egy másik muszlim országban, Törökországban gyakorlatilag minden. Teherán egy hegységnek a lábánynál helyezkedik el, és ahhoz, hogy a Kaszpi-tengerhez eljussunk, oda akartunk menni, egy elég nagy hegyen át kellett mászni. Ez a Alborz hegység. Elég meredek volt, 2 napig folyamatosan fölfelé mentünk, ezt az utat a Fordi Vendekúz ajánlotta, és ez életem egyik legszebb útja volt szerintem. Nagyon jól esett újra, hogy zöld növények vannak, és hogy ennyire magasan vagyunk. Nem volt annyira meleg sem, be kellett húzni a hálózsákot, én ezt nagyon élveztem éjszaka. És így értünk fel erre a hágóra, életem olyan magas, amely nem voltam, ez 3229 volt, azt hiszem. Itt még egy kis hó is volt, és egy földút. És innen szerintem ez világon valószínűleg egyedülállóan őrült út. Látjuk a térképről, hogy a hágótól a Kaszpi-tenger partjáig 67 km van, és gondoltuk, hogy hát ja, hogyha fölérünk mondjuk 11-re a hágóra, akkor már a tengerparton ebédelünk. És hogy 67 kilométeren lejt az út 3200 méter. Mint itt is, a meredek hegyoldalba belefűztek egy szerpentint, de földút, és annyira fárasztó volt lefelé menni, jóval fárasztóbb volt lefelé, mint fölfelé, és gyakorlatilag egész nap azzal ment el, hogy döcögtünk a következő. De végül egyébként délutánra leértünk elértük legalább az aszfaltot, és onnan már lehetett szántulgozni. Ez is egy nagyon izgalmas jelenség, hogy a hegység egyik oldala sivatag, a másik oldala pedig egy ilyen, ők úgy hívják, hogy dzsungel, nem dzsungel, de nagyon nedves és párás erdő. Irányos képes mindenki dzsungel, nagyon hasonló egyébként az itteni erdőkhöz, és nagyon jól esett levegőt venni, mert végre levegőt is veszünk, és nem sivatagi port. És innen a Kaszpi-tengert haladva hagytuk el Iránt, nagyon jókat főztünk, Louis nagyon jó szakács volt, ez volt talán a konyhaművészetünk csúcsa, egy ilyen 3 fogásos nagy lakóval. Akkor mi az, hogy tüzet is gyújtottunk, mert csak 2 főzőnk volt, és nagyon tetszett ez az ínyenség volt belőlem, ez eleinte hiányzott, és az elvaló idő alatt tanultam meg tulajdonképpen ilyen egyszerű útszéri dolgokat főzni és használni azt, hogy nincs konyhánk, de van mégis csak egy főzünk, és abból is rengeteg dolgot tudunk csinálni. És úgy szélészettünk fűszereket, és ez nagyon tetszett, hogy ezzel sokat számoltunk. Én ezzel sose számoltam, mindig ha van valami ennivaló, azt teszem. De neki nem volt mindegy, ő spanyol volt, és én spanyol, ezt elfelejtettem magam. Mert ő spanyol volt. Pedro, tudod, mindig már nem tudta megjegyezni a nevet. Én spanyol vagyok, nekem muszáj jól főzni. És egyébként igen, semmilyen sem tudom. Átértünk Azerbajdzsánba. Ez nagy váltás volt Irán után, igazából nagyon megteltünk már az iráni légkörrel. Az Azerbajdzsán pedig tulajdonképpen szabadabb volt, egy ilyen poszt-szovjet kellemes ladák, kátyús utak, dárcsák, csadort nem viselő nők, ez teljesen szokatlan volt 2 hónapig nem látni a nőket az utcán.
akiknek mondjuk a haját láttuk volna. És a Kaszki-tenger szép volt, nagyon sok volt a szúnyog, egy ilyen láb volt, nagyon sok olajfogló torony, ez már a északabbi rész, közel Bakúhoz. És igyekeztünk meg Bakúba, ami nagyon nyomasztó volt, mert nagyon-nagyon elült az egész országtól. Egy ilyen Dubájhoz hasonlítható luxus hely, felhőkarcolók, luxus autók, luxus voltak, luxus emberek, miközben az ország 80%-a nem ez. És nagyon csúnya ez a különbség a kettő között. A Dél-Kaukázuson áthaladtunk át Grúziába, ez Tbilisi, a főváros. És ekkoriban már láttam, hogy a pénzem megint el fogja egy végét. Görögországban 300 eurót tudtam keresni, és ebből a 300 euróból 4 hónapig tudtam élni. Az, hát Iránban 2 hónapig volt 80 euró. Az ilyen napi 300 forint. Tehát nagyon-nagyon olcsó volt az élet, és ennyi euróval könnyedén lehetett élni, de aztán ez elfogyott, és tudtam, hogy valami pénzt kell találnom, úgyhogy nyilván egy munkát. És nagyon sok jó történetet hallottam a franciaországi borszünetekről, Van Danuzs, ez a neve franciául, és a Miska is volt ott, illetve találkoztam még egy francia lányon is tőle, és kaptam kontaktokat, és így írtam is, és volt egy hely, ami mondta, hogy rendben, gyere, küldd el az adataidat, és szükség van a segítségedre, szóval tudsz jönni. Viszont azt láttam, hogy a szület szeptember elején kezdődik, és Grúziából átkerekezni Borgonba, Franciaországban, egy másfél hónap alatt, ez június vége volt, június eleje, ez nincs meg. És ezért döntöttem úgy, előre tervezve, hogy van egy hajó a Fekete-tengeren keresztül Grúziából Bulgáriába, és azt gondoltam, hogy veszek egy jegyet. És ez viszont azt jelentette, hogy Louis-tól el kell várni. Ami nehéz volt, mert hogy ettől miatt nagyon féltem, és minden nap mondta, hogy Pedro, don't take the ferry. Ez ekkoriban történt, ekkoriban szerveztem ezt a munkát Franciaországban. Nagyon meleg volt eddigre, Tbilisiben ilyen 40-45 fok volt, és egész nap izzadtunk, és nagyon fárasztó volt. Fölmentünk a hegyekbe, ami nagyon jó volt, mert ott hűvösebb volt. Ott találkoztunk ezzel a híddal. Egy teljesen eszement jelenség. Most nincs vonat a környéken. Tehát valaki oda dobta, vagy... De nélkülsünk se volt. És jó működik. Tehát keresztül lehet menni föl, és lehet mászni a tetejére. Az út a folyó túlpartján megy. De hogy az hogy került ide, és mindenki ott eszébe, hogy a vasúti kocsit ide lehelyez, vagy nem tudom. Nagyon-nagyon tetszett. Ez a Louis-szal való bátorság utolsó 100 km-re volt. Ez egy nagy hágó volt Grúzia déli részén, 2000 valahány méter. Földút, köd, eső 10 fok, sár, és még Tbilisiben elromlott a bicója. De ezt csak napokkal később vettük észre, a hátsó kerékhagyon volt egy repedés. És amikor innen ereszkedtünk lefelé, zöcskölöttünk a sárban, és remegtünk, annyira fáztunk, akkor ez a repedés áttört, és az a perem, amiből a küllők kifutnak a hátsó keréken, ott 4 küllő letört egy az egyben. És akkor a 8-as lett a kerékből, hogy torni se tudtuk. És ezzel teljesen mattot kaptunk egy ilyen helyzetben. Minden vizes volt, hát borzalmas volt. Egy kis útszéli bódéban aludtunk, ahova csak kinyitottuk az ajtót és bementünk. És utána próbáltam autókat megállítani, hogy megkérdezik, hogy egyébként maradhatunk-e itt, nagyon félelmetes volt, hogy botrány lesz. És egyébként megengedték, nagyon jó volt, talajrészegek voltak. A Grúziában furcsa volt újra keresztény országban lenni. Ez annyiban ütközött ki, hogy elképesztő mennyiségű alkoholt isznak olyan meg. Alapvetően ennyi volt. Nekiálltunk a stoppolásnak, nem volt egy bizalomgerjesztő helyzet. Ilyen úton, de egy nagyon vicces fordulat következett. A második autó, ami megállt, egy sárga Ford Transit volt, nagy fekete sárga kockákkal, és rá volt írva, hogy follow me. És alatta volt kicsiben, hogy közelebb ért, ezt elolvastam, hogy Ferihegy Airport. És ez az a kis kocsi volt, ami a repülőket mindig kivezeti. És hát elkezdtünk kalibálni az erre, és levittek a következő falun, ahol aztán egy buszt fogtunk, és így eljutottunk az utolsó faluba, ahonnan ez a komp indult. Nagyon-nagyon féltem, hogy a résztől el kell búcsúzzak. Rettegtem attól, hogy egyedül leszek. Ugyanis 61 napig nem voltam egyedül. Ez egy nagyon izgalmas. Nagyon örülök, hogy a
az élet ezt megadta, szerintem ez még házas emberekkel is ritka, hogy két hónapig egyet, tehát hogy folyamatosan egyedül vagy valakivel, folyamatosan együtt vagy valakivel. Ugyanabban a sátorban alszatok egymás mellett, ugyanazt az ennivalót teszitek, ugyanabban a tárban napot háromszor. És egyszer sem éreztem azt, hogy na jó, most már hagy békén, vagy hogy most már egyedül szeretnék lenni. Ez csak utólag vettem észre, hogy ez mennyire furcsa volt és mennyire szép volt. Nagyon, nagyon harmonikus volt. Igazából nem akartunk egymástól semmit, csak együtt voltunk, és mintha androgynök lettünk volna, és egytes lettünk volna ketten. Nagyon-nagyon jó barátságban voltam vele. És ezért remektem, és visszajöttem a gondolattól is, hogy el fogni búcsúzni, és el fognak várni az útjai. És amikor a busz haladt be az utolsó városba, ahonnan a hajó indult, láttunk egy lányt, egy nagy bicóval biciklizni velünk párhuzamosan, és a busz csak így megelőzte. És a Louis mondta is, hogy na látod, milyen jó nekem lesz társaságom innen Törökországban, neked meg nem szóval, ne menj azzal a kompal. És aztán, amikor pakoltuk le a bicókat a buszról, akkor ez a lány megjelent, most írják, hogy Marájke, és szóba elegyedtünk, és kiderült, hogy ő is jön ezzel a hajóban. És ez egy teljesen hihetetlen fordulat volt, hogy nem leszek egyedül. És aztán elbúcsúztam Louis-tól. Elég rossz volt. Nagyon-nagyon rossz volt. Utána nem tudom. Marájkéval nagyon jó volt, de Louis egy csodálatos ember volt. Így utólag jöttem rá, hogy mindig is gyűlöltem azt a kifejezést, hogy legjobb barátom, de valószínűleg Louis erre riasz a legjobb barátom. Elég nehéz volt. Felszálltunk erre a hajóra, ami igazából egy teherhajó volt, úgynevezett ro-ro hajó, roll-on, roll-off. Tehát főleg kamionoknak van, amik fölállnak, és a kamionosoknak vannak rajta kabinok. És ami is teljesen eladva az összes egy, akkor ilyen mezei embereknek mindig ezt el tudják adni. És drágább volt, mintha busszal mentünk volna, de annyira szeretem a kombokat, hogy igazából belefért. 120 euróba került a jegy, és 3 napig voltunk hajól. Napi 3-szor svédasztalos lakom, egy szálloda hangulatú szoba, szóval nagyon kényelmes volt. És már egyébként elkezdtem egy emlékezőséget kapcsolatban lenni, meg gyönyörű dolog a tengeren lenni, ez teljesen hihetetlen. 3 napig tengeren lenni. Nagyon-nagyon szép volt. Érkeztünk meg Burgászba. Bulgária egyik mert lehet kikötőjébe. Furcsa volt Európában visszatérni. Nagyon rövid időt voltunk Bulgáriában egyébként. A hajó megkértem őt, hogy megkérdeztem, hogy van-e kedve velem tartani. Neki az volt a terve, hogy egy meditálásra megy Lengyelországba, és hogy Bulgáriából, Románián és Magyarországon át fog fölmenni Lengyelországba. Én mondtam neki, hogy hát nem tudom, én voltam már Romániában bicóval, és szerintem sokkal izgalmasabb lenne, ha vele jönnél, és Törökországon és Görögországon át a Balkánon keresztül mennél, mert akkor egyrészt lehetnénk együtt, ami szerintem nagyon-nagyon jó lenne. És ahogy gondolod, és ez beleegyezett, és utána együtt indultunk el, és ő már elkerült. 24 éves, egy Hannover melletti faluban született, de Berlinben él, és ő is tavaly szeptemberben ment el otthonról. Bringázott 4,5 hónapot Indiában, teljesen hihetetlen. Nagyon szerettem benne, vagy nagyon-nagyon erős élmény volt az, hogy félelem nem része az életének. Nagyon, emiatt amúgy nagyon féltem tőle eleinte. Annyira erős volt az egész jelenlét, annyira sugárzóan durva volt, hogy nincsen szüksége semmire, mert önmagában elég az, hogy boldog legyen, és bármi történik vele, és történt vele egy csomó bonzalom, közben mindig csak fölállt, megrázta magát, ugyanezzel a fura félmosolyjal elmosolyodott, és tovább ment, mintha semmi sem történt vele. És de aztán szépen lassan egyre mélyebb és mélyebb barátságba kerültünk, és akkor már nem féltem tőle, mert kiderült, hogy neki is megvannak a maga küzdelmei. De egy nagyon szép időszak volt. Nyár volt, az élet nagyon édes volt és gyönyörű. Rengeteg gyönyörű helyzettel és helyszínnel találkoztunk, és nagyon-nagyon jól éreztem magamat vele. 3 hetet voltunk együtt, Bulgáriából mentünk át Törökország európai részére, tehát ez a Boszporuszon inneni rész.
és onnan mentünk el Görögországba, Trákiába. És ott haladtunk egészen a tengerrel Halkidikig, addig a fura három újjú felszigetig, és ott kanyarodtunk föl Macedóniába. Érdekes volt, hogy ezekben az országokban én már voltam. Görögországban, Törökországban és Macedóniában kétszer is. Nagyon villoghattam mondjuk a török és a görög tudásommal, de azért az mindig teljesen elenyésző volt. Nagyon jó volt, hogy nyáron a természet annyira közel állt, hogy például egy ilyen fürdőszobát kaptunk az élettől, ami egy kút, vagy egy ilyen forrás, de itt sátraztunk, volt egy hatalmas nagy, nagyon-nagyon szép volt. És aztán elbúcsúztunk ebben a kereszteződésben, három hét egyik hét után. Ő egyenesen ment fölfelé, pedig itt elkanyarodtam balra. És az utána. Átmentem az Ohridtóhoz, ez Macedónia és Albánia határában, egy elmondhatatlanul szép hely. Nagyon tetszett, hogy tiszta, hogy ennyire tiszta a víz, és nincsen személy sem. Szép, szimpatikus emberekkel találkoztam, és itt foglaltam egy újabb kombjegyet Albániából Olaszországba. Azt gondoltam, hogy a Balkánon nem akarok fölmenni, mert jártam már azon az útvonalon egyszer, viszont Dél-Olaszországban még sohasem voltam. És ekkoriban történt egy újabb, sok minden meghatározó fordulat. Itt ez a francia hely, hogy nem tudok menni, mert tele vannak. És megijedtem, hogy mi lesz. És arra gondoltam, hogy találkoztam még télen Görögországban, azon a szigeten egy nővel. Egy furcsa történet is. És vele kapcsolatban maradtam többször, és Svájcban lakik. És amúgy is meg akartam látogatni Franciaországba menet, őt meglátogatom. A megismerkedésünk úgy történt, hogy előző nap már bemutatkoztunk egymásnak, de nem beszéltünk semmit, és másnap egy esős, borongós november végi nap volt, és ültem lent a faluban egy padon, és megjelent egy ilyen alacsony, nagyon eleven, egyébként 78 éves ő. Megjelent egy zacskóval, és mondta, hogy ja, igen, megyek etetni polipokat a tengerbe, ha gondolod, gyere velem. És az annyira izgalmas volt, hogy egy ilyen szürke, nagyon nem tengerbe menős napon elkezdünk búvárkodni és polipokat etetni, hogy természetesen igen, mondtam, és adott egy neoprén pólót, szemüveg, egy pipát, és egy másfél óráig búvárkodtunk a sziget északi zátonyai körül, és tudta, hogy melyik hasadékokban laknak a polipok, és vett a halászoktól kalamárit, és így leúszott, nagyon könnyedén le tudott úszni 7-8 métert is, és kitett, és a polipok csak kitettek is. És utána átfogott magához, és ott le tudtam zuhanyozni, mert elképesztően fáztam a végére, és együtt vacsoráztunk, együtt ottettük a délután, és egy nagyon-nagyon érdekes ember volt. És kapcsolatban maradtam vele, többször is írtam neki, és azt gondoltam, hogy akkor elmegyek hozzá, hogy a Svájc északi részén lakik, és hát, ha ő tud esetleg segíteni, valami munkát találni. Eddig, de már a pénz vésztartalékomból értem, amit arra az esetre hagytam, hogy ha valami nagy bajom lenne, és kellene venni egy repülőjegyet, hogy kéne fizetni egy kórházi számlát, tegyek. És az EU-s biztosítási kártya is működik, szóval nem felelőtlenség felbontani ezt a pénzt. Ez egy 8 órás hajózás volt Türészből Bariba, Dél-Olaszország. Elég jó volt, és utána Olaszországban is egy nagyon jó időszak kezdődött. Két hét volt elint, a tengerpartot követtem egészen San Benedetto del Tronto-ig. Jól esett ennyire megint közel érni a természethez, minden nap tengerben fürdeni és tengerparton sátrazni. És ugyanakkor azért már kezdtem elkanyarodni. San Benedettónál elkanyarodtam nyugat felé, föl a hegyek közé, Umbriában, meg akartam nézni az utas és orvilág című legény helyszíneit, és ezért bevetettem magamat az Appenninek közé, és végül meg is néztem gyakorlatilag mindegyik falut, de nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen most, vagy milyen lenne nekem végül az olvasás után. És Umbrián és Toszkánán át keltem át az Appenninen végül le a Pósíkságra, majd onnan föl az Alpokba. Olaszország, Olaszország, hogy elmondhatatlanul szép és érdekes hely. Nem nagyon lehet erről szintén sokan mondani, vagy vannak emberek, akik tudnak erről beszélni, és én sem vagyok az. Utána kezdtem meg az Alpokba, és egy hétig tartó hegyre föl, hegyre le kezdődött. Nagyon-nagyon szép volt, nagyon jól esett hegyek között lenni, és végre nincs annyira meleg. Ez volt talán a legzűrűsabb út, ez a Passo di Stelvio, 2700 valamennyi jelent föl, és egy ringás Mekka volt. Nagyon szimpatikus volt, hogy nem tudom, ezt lehetem volna látni, hogy több ringás van, mint autós.
és mindenki bátorította egymást, és ez egy ilyen, vagy ez egy szent út bringásoknak, a Giro d'Italiános rajta van egyébként, és nagyon nagy élmény volt, nem is amiatt, hogy ennyire meredek és ilyen magas, vagy ennyire szépek a hegyek, hanem ez a közösség, hogy Olaszországban a bringázásnak hatalmas kultúrája van, és még azon belül is ez az út, vagy az emberkező. Utána elkezdtem meg Svájcba, és aztán voltam Liechtensteinben is, az életem legrövidebb országlátogatása volt, hiszen 2 óránál nem tartott tovább. Elég gyorsan haladtam, és minden nap haladtam, jól tudtam, és így érkeztem meg Fridához, ehhez a nőhöz. Nagyon-nagyon vágytam erre. Március 10-én hagytam el ezt a görög szigetet, és augusztus 20-án érkeztem meg hozzá. És a két időpont közötti 5 hónapban a leghosszabb idő, amit egységben töltöttem, az 5 nap volt. Azon kívül gyakorlatilag minden nap mozogtam, és máshol voltam, ismeretlen és új helyeken. És ezt nagyon jeleztem is, mert ezzel azt gondolom, hogy akkor még nem laktam jól. Nagyon tetszett ez, hogy a világ elmondhatatlanul szép és érdekes, és ezzel éppen nincs más dolgunk, csak menni és élvezni. És de eddig elfáradtam. Igazából belefáradtam ebbe, hogy nem csinálok semmit, csak ülök a bicón és nézelődöm. Esetleg emberekkel beszélgetek, de hogy nem, nincsen semmi lenyomata, semmi haszna. Írtam a naplót, az volt talán az egyetlen. Úgyhogy nagyon örültem, amikor ő azt mondta, hogy rengeteg dolog van a ház körül, amit jól lenne, hogyha megcsinálnál, és tud némi zseppénzt is adni. Első 2 hétben gazoltam, álmatlanul jó volt, nem csinálni semmit, csak minden nap. De Unkraut van cím. Nagyon-nagyon szimpatikus és nagyon sokat élt ember. Igazából nagyon szeretek idősebb emberekkel lenni, vagyis igazából a tanítvány szerepét nagyon szeretem. És idős emberekkel vagyok, mindig tanítványok érzem magamat. Annyira hihetetlen, hogy 60 évvel többet élt, mint én. És ez 60 évvel több sztori, mint az én semmi kifúcia. És nagyon 6 nyelven beszél folyékonyan, mert 10 éves korábban beszélt 5 nyelven folyékonyan. Az apukája egy görög üzletember Isztambulból, az anyukája egy olasz lány Firenzéből, de Egyiptomban születtek, Alexandriában. És aztán egy svájci ékszerészhez ment feleségül, de Párizsban tanult egyiptológiát az egyetemen. Nagyon más, vagy nagyon teljesen más életszínvonal volt, egy teljesen más módja volt az életnek ez. És ezáltal, hogy én végül 2 hónapot laktam bele, annak ellenére, hogy az egyetlen nem volt egy a tervben, nagyon-nagyon megszerettem, és hihetetlenül érdekelt minden, ami ő. És nagyon szerettem a munkákat is a ház körül. Például rengeteg kenyeret sütöttünk, azt nagyon tetszett, és a kenyér szerintem a kedvencünk van. És jó volt, hogy abban a vallásban, ami a kenyérsütés, egy kicsit így belekóstolhattam ezáltal. De alapvetően kerti munkák voltak, egy elég nagy birtoka van tulajdonképpen, amit egyedül vezetget. Meg aztán végül számítógépes feladataim is voltak. Ilyen diákat szkenneltem be végre, mert így a biográfiáját. És egyik nap, szeptember vége felé, odajött hozzám, és azt mondtam, hogy el kéne menjek Egyiptomba aláírni néhány papírt, és örülnék, hogyha velem jönnél. Egyiptomban még ott élt 20 éves koráig, és nagyon sok birtokuk és ilyenük van, és valami adó dolog megváltozott, és minden testvérnek el kell oda menni aláírni ilyen dolgokat. És igazából mondtam, hogy hát persze, de nem gond ez nektek, vagy nincsen nekem pénzem, most repülőre egyre Egyiptomba, vagy ilyesmi. De mondta, hogy nem, neki az a legfontosabb, hogy ha így jövök, és ez már megér mindent, mert jóval izgalmasabb vagyok, mint testvéri. És ez furcsa volt, hogy ez volt a nyárben. Még sosem teztem ilyennel. Ez akkor remélem, hogy nem is nagyon fogok. Nagyon jó vagy, nagyon elit. Nagyon durva voltam, hogy ültünk Zürichi repülőtéren, és azon gondolkoztam, hogy Jézusom, hogy kerülök ide? Én csak egy 20 éves fiú vagyok, aki elbiciklizett otthonról, és már várj egy magárepülőre Zürichbe. teljesen hihetetlen, hogy ilyen is volt. Egyébként jó volt, nyomasztó volt, az adja fölött repültünk, 20 perc alatt megtette azt a távolságot, amit 3 hétig biciklizett. És olyan, hogy olyan lehangoló vagy, nem tudom. Meg 17 millió dollárba került, ami majdnem 5 milliárd forint is. Ez forzalmasan ostoba, szerintem.
ennyit el kell tenni egy közlekedési eszközre. Miközben mindenki tudja, hogy a repülő a legkárosabb a közlekedési eszköz, és mindez csak azért, hogy két ember, vagy öt, vagy tíz nagyon helyiknek érezze magát. Szóval jó volt, érdekes volt, de nem csinálnám újra. Megérkeztünk Alexandriába, ahol van egy házuk, mindenképpen egy egész ház tömjük, mert egy nagyon nagy üzletember volt ott, és nagyon izgalmas volt, itt két hetet voltunk végül Egyiptomban, 15 napot, október első felét, és Alexandriában voltunk az idő nagy részében. Nagyon izgalmas volt az, hogy helyi volt, de mégsem. Hibátlanul beszélt arabul, de mégsem volt arab. És izgalmas volt, hogy ismert minden utcát, mindenhez tudott egy történetet, amit elmesélt, de közben mégsem szemetelt, vagy köpött az utcára, vagy pisült, vagy itt. Egyiptom elég nehéz volt, nagyon furcsa volt visszamenni a Közel-Keletre, főleg pár óra alatt, vagy ez egy teljesen befogadhatatlan élmény volt, nagyon hozzászoktam az, hogy a Bicó kapcsán minden szépen lassan történik, és ez csak hirtelen Svájc után egy ilyen nagyon mély Közel-Kelet következett. Érdekes lenyomata egyébként sok kultúrának, de hogy most ez van. Ott van egy régi ház, de ugyanúgy rohad, mint az új építésű. Az emberek csak kiteszik ide, és igazából ja, senkit sem érdekel, vagy senkit sem bánt. Nagyon-nagyon furcsa. Elmentünk Kairóba a végén. Sokkal jobb képeim is annak Kairóról, mint ez, de azt gondoltam, hogy végül is ez a legegyiptomabb. Hogy ez Egyiptom, és mellesebb a háttérben ott van a kiram is, amit Egyiptomért csináltak. És hogy jutottunk ide? Nagyon-nagyon furcsa. Fel akartok olvasni egy naplóbejegyzést, amit erről írtam. Mert eddigre nagyon-nagyon sokat szenvedtem itt igazán, vagy hát nem volt a szenvedés, ilyen rossz kedv volt. Nagyon nehezen viseltem el ezt a környezetet. De nem is csak a környezetet, hanem az embereket ezzel a környezettel kapcsolatban. És annak kapcsán írtam ezt, azt hiszem. Az utazás 376. napján írtam ezt. Az első rész nem olvasom fel, az nem tartozik ide annyira. Érdekes Alexandriában lenni. Sokan éltek itt. Nagy Sándor alapította, volt görög, római, török, olasz, francia és angol város is, és ezeknek a kultúráknak itt van minden még élő lenyomata. Például egy olasz építési házban lakunk, a lift Párizsban készült, a bútorok Amiliában, de minden rohad az arab városi kultúra 20-20 szemét kupacokon élő atmoszférája miatt. A régi építési házak lakatlanok, miközben rengeteg új épületet húznak fel, minden nagyon zsúfolt, zajos és levegőtlen. És az itteni embereket ez nem bántja. Boldogan mászkálnak a saját mocskukban, rengeteg gyereket szülnek, de senkit sem látni nevetni. Izgalmas amúgy ilyen helyeken járni és látni, hogy emberek így élnek, ez az otthonuk és itt érzik jól magukat. Érdekes benyomás. De megértem Fridát is, akit mindig hányinger kerülget és szenved az itteni élet őrületes bűze és ostobasága miatt. Évről évre egyre több a mocsok és a helyek egyre élhetetlenebbek, de az emberek egyre több és több gyereket szülnek, és azon gondolkoztunk, hogy mikor fog a fennálló helyzet változni. És oda jutottunk, hogy amíg iszlám van, és amíg az iszlám nem vallás, hanem életforma, amíg a gondolkodás nem része a kultúrának, amíg a felelősség nem része a kultúrának, amíg a gyerekeket nem az emberek alkotják, hanem Allah adja, addig ezek az országok és a világon élő 300 millió muszlim a világ leglepattantabb, koszosabb és élhetetlenebb országaiban fog élni. Furcsa ez. Mert lelkiismeret furdalásom van az európaiságom miatt, és nagyon tehetetlennek érzem magamat, mert nagyon jó lenne segíteni ezeken az embereken. De ugyanakkor ők maguk nem képesek megtenni egyetlen lépést sem egy élhetőbb otthonért, és igazából élvezik, és ők maguk tartják fönt a környezetet, amelyben élnek. Szóval a verdődés megint csak miattam van. Hülyeség, jó éjszakát! Az utazás során, hogy életemben most először volt az, hogy amikor eljött ennek az időszaknak az utolsó napja Egyiptomban, akkor örültem, amikor mentünk hazafelé. Jóval hétköznapi módon a Lufthansa egyik nagy repülőjével mentünk. Ez Alexandria egyébként a levegőből hazafelé. Miután visszajöttünk Svájcba, nem maradtam már sokáig. Azt hiszem két napig voltam, csak befejeztem ott néhány munkát, és összepakoltam a cuccaimat, és elindultam. Ez volt október 17-én, azt hiszem. És
elkezdtem hajtani az őszben, Franciaországba mentem, nagyon akartam Franciaországba menni. Azt a tervet találtam ki, hogy elmegyek és megnézem az Atlanti óceánt, még sohasem láttam óceánt, és gondoltam, most viszonylag közel van, és akkor keresztül hajtok. A Svájc északi részén még Bázelig, és onnantól Franciaország, mert újra Franciaország, és onnan hazafelé. Szépen lassan kezdett megszületni bennem a hazatérés gondolata, aminek igazából örültem, mert eleinte ez nagyon nem volt meg. Sokszor álmodtam például azt, hogy otthon vagyok, az otthonukban, és ez nagyon szép, nagyon eufórikus, és nagyon örülök, és aztán egyszer csak rájövök, hogy igazából nem akarok itt lenni, és csak a félelmek vezettek haza, és nem is a szívem, és mindez nagyon rossz. És így szépen lassan azáltal, hogy reggelente mindig köd volt, vagy reggelente mindig nagyon barátságtalan idő volt, mindig vizes volt a sátor, ilyesmi. Szépen lassan kezdtem megszületni bennem azt, hogy milyen jó is lesz hazaérni. Franciaország remek volt. Nagyon-nagyon jól éreztem magamat, és egészen egyébként az óceánig gyönyörűséges idő volt. Az egész őszt és a tél első napjait is odakint töltöttem, és nagyon jó volt az ősz minden egyes árnyalatát látni. De hozzá kell tenni, hogy ez szerintem csak azért volt ennyire élvezetes, mert életem legmelegebb is ennyi bősze volt, és lehetett volna ez jóval borzalmasak. Nagyon tetszik Franciaország, hogy mindennek van egy ízlése, hogy ez szimmetrikus, hogy a házak nem csak úgy föl vannak építve, hanem kell valahogy lennie. Nem csinálnak csak úgy egy kertet, hanem is kell mögötte legyen egy ízlés, egy íz, egy gondolat, vagy valami. Például ahogyan esznek, nem lehet csak úgy bármit enni, hanem annak úgy kell lennie, és ez nem teljesen mindegy, és ez nagyon tetszett, hogy hát mondjuk borzalmas, hogy milyen házszínek vannak Magyarországon. És a Franciaországban meg null, tényleg nulla. És ez annyira jó volt, hogy minden ember valahogy, hát nyilván a szépség egy relatív dolog, de valahogy mégis csak közelebb állnak az ilyen egyetemes vagy kollektív szépséghez. Így érkeztem el az Atlanti óceánhoz, és ezzel a nappal kezdődött el az ősz, nagyon szimbolikus volt. Nagyon szép volt, pár nap volt, azt hiszem másfél nap volt csak, amit az óceán partján haladtam. Másnapra már nagyon hideg lett, és egy ilyen 3-5 fok eső, havas eső állt be, és kezdtem nagyon-nagyon vergődni. Elhatároztam, hogy nem tudok a sátorban aludni. Már 10 fok alatt nem száradnak meg a ruhák és vizes ruhában aludni, az a legdurvább borzalom. És elkezdtem emberekhez bekéreckedni, farmokra, és megkérdeztem, hát nem nagyon tudok franciául, szóval fülem mutogatva, de megkérdeztem, hogy aludhatok-e a csűrben, vagy az állatokkal, vagy ilyesmi. És a legtöbben csak így néztek és mondták, hogy hát persze, aludhatsz az állatokkal, de miért nem jössz be a házba? és ez megint csak ugyanez a jó indulat, vagy jóság, vagy szeretet, ami emberekben van. És ez egy nagyon-nagyon erős tapasztalat. Még egy nyugat-európai államban is, mint Franciaország, amiről én magam is azt gondoltam volna, hogy emberek tartanak egy távolságot, és egyébként így is van. De amikor oda mentem, és én magam kérdeztem meg minden szerencsétlenségemmel, vagy kiszolgáltatottságommal együtt, volt egyébként, hogy a csőben aludtam. De hogy akkor is szerintem ez egy nagyon fontos tény vagy élmény, hogy az egymástól való félelmünk tulajdonképpen irracionális. És emberek úgy fognak velünk viselkedni mindig, ahogyan mi velük viselkedünk. És ez egy nagyon fontos tanulsága volt, hogyha én nem vagyok, vagy nem akarok félelmetes lenni, hanem nem tudom, szóval hogy fogalmazom meg, de hogy akkor emberek látják, hogy nem fogok ártani, vagy hogy nem semmi okuk félni. És velük például egy-egy nem közös szavam nem volt. A Google Translate meg a mutogatás. És mégis gyönyörű emberek. Nagyon hálás vagyok az életnek, hogy megismerhettem őket. Nagyon tetszett például, hogy a bagett nem volt kellően megsülve, és ezen akkora ügyet csinált, hogy nem lehetett ez mi? És én, ja, tőlem ez annyira távol áll, hogy nagyon tetszett. Én egyszer már kelet felé haladtam. Tulajdonképpen tudom, hogy Magyarország felé
Elképesztő, hogy Franciaországban utolni célen épületek vannak. Minden faluban van egy sátó, vagy egy hatalmas katedrális, vagy valami nagyon fontos dolog történt ott. Hasonló, mint Olaszország egyébként, hogy mindig minden ott történt. És így értem el végül Párizsba. Egyébként ide nem mentem be, nem vagy jegyem, de nagyon, nagyon jól éreztem magam, egy családnál laktam, ott egy barátján keresztül ismertem meg. Ez is egy nagyon szép dolog volt, hogy helyiekkel voltam. És pár nap volt, és akkor számoltam ki, hogy ez volt november 1-én, azt hiszem. Igen, november 1-én és 2-án. És láttam, hogy innen még kb. 1600 km-re van az otthonom, és elterveztem, hogy szeptember, december 1-ig haza akarok érni. És ez nagyon sok lett volna. A napok nagyon lerövidültek, és valószínűleg egy őrült hajtás lett volna. És ezért itt bejuttattam egy csalást egy vonattal, és Párizs, Strasbourg viszonylaton vonatoztam. Viszont Strasbourgtól idáig egy hajtás volt. A Fekete Erdődát, nagyon szép hely volt. Stuttgart van annál a német lánynál, az elején meséltem, nála laktam. És a Stuttgarti Egyetemre jártam két napig társadalomtudományok szakon. Nagyon-nagyon jó volt. És utána Ingolstadt előtt egy kicsivel ráálltam a Dunára. Ez a Donau-Durchbruch, egy ilyen nagy eskanyar a Dunában. Itt még nagyon kicsi, de nagyon-nagyon szép kanyon. És a Dunamenti bicikli úton jöttem egészen Bécsig. A végére nagyon-nagyon beindult a tél, ez a két napig, és küzdelem volt, és nagyon igazából élveztem. Annak ellenére, hogy mindig igyekeztem, hát nem tudom, van ebben egyébként egy ilyen csúnya pökhendiség vagy ego, mindig tovább feszíteni a húrt. Oké, egész nap fogom bicikliztem, most kell sátrazni. És vizes ruhákat fölvenni másnak. És hála Istennek nem betegedtem meg. De hogy ez egy ilyen nagyon ostoba dolog, de valahogy mégis egy ilyen küzdelem. És a küzdelmet nagyon megtanultam tisztelni. A természet vagy saját magam ellen. Valahogy... van az a Cseh Tamás dal, amikor Dosztojevszki azt mondja az ördögnek, hogy írónak a tapasztalat, a szenvedés drága kincs, lássuk tehát Szibériát. Vagy Madács az ember tragédiai végén azt mondja, hogy gyűjtőmvel is bízva vízzel. Szóval, hogy sokkal inkább van ránk szerintem építő hatással a küzdelem, mint a jólét vagy a kényelem. És tulajdonképpen ez volt, teljesen értelmetlen volt, mert nyilván mehettem volna vonattal, vagy fizethettem volna szállásért, mert volt pénzem. De valahogy mégis, miért is ne? És ostoba, de a magam ugyan szerintem mégis észszerű, vagy élvezetes. És így érkeztem el a magyar határhoz, ami nagyon-nagyon furcsa volt. Itt nem látszik a szakállam, pedig egészen nagy volt. Igazából folytak a könnyeim, meg nevettem is. Nagyon-nagyon szokatlan volt újra magyar feliratokat és magyar hangokat hallani. Nagyon-nagyon fura képzavar volt. Én nem nagyon tudtam felfogni. És éppen ezért döntöttem úgy, hogy van egy házunk felsővesen, ez a Balaton fölött van egy kicsivel, egy kis faház. És hogy oda behúzódok, és pár napot ilyen akklimatizációval töltök. És 5 napot voltam ott, és ez nagyon-nagyon jó volt. Már a felsőse való megérkezés is nagyon durva képzavar volt. Mert hogy ez egyfelől mégiscsak az otthonom vagy, a gyerekkoromnak egy nagyon fontos része. Már voltak ott például ruháim, ez nagyon durva volt, hogy én tényleg vannak ruháim, és nem csak ez a néhány rongy, ami most már, hát most már rongy. És ez... Első nap nem használtam áramot, sem fűtést, mert egy kis vaskályhelyre és azzal fűtöttem, és a tűzfényénél csináltam egy rizst szintén a kályhán, de a saját lábosommal, a saját rizsemet és a saját kanala mellettem a földön ülve. Megpróbáltam az asztalhoz ülni, de annyira fura volt, hogy inkább visszavítom a földre. Második nap már használtam... Második nap már az asztalnál ültem, harmadik nap használtam áramot olvasáshoz, és negyedik nap használtam gázt, és ötödik nap már teljes 21. század volt. Nyilván ma korábban valaki befogadott, ott volt áramfőzés és minden, de valahogy annyira furcsa volt, hogy ez most tényleg rajtam áll. Mire hozzászoktam, hogy ha egyedül vagyok, akkor tényleg, ha lemegy a nap 4-kor, akkor 5-kor már alszom, és alszom reggel 7-ig. És amúgy ez jó volt ilyen 21. És a teste ezt hozzászokik, vagy alkalmazkodik ezekhez a helyzetekhez. Hogyha sötét van, akkor nem lehet csinálni semmit. Telefonomat nem szeretem nyomogatni, úgyhogy
Nem, tényleg nem lehet is semmit se csinálni. És így onnan egy két nap alatt értem föl Budapestre. És jóval könnyebb volt, mint felsősorban megérkezni. Igazából mondhatni könnyebb, mert már éreztem, hogy ez lesz, már éreztem, hogy itt vagyok. Az elején azt éreztem, amikor ide megérkeztem, hogy kb. Minden itt vagyok, csak itt nem. Hogy mi az, hogy itt vagyok? Nemrég még egy sivatagban izzadtam, nem tudom, tenget szagoltam, valaki földjén dolgoztam, minden itt voltam, kb. Csak nem. És kellett ez a pár nap reakció, és nagyon-nagyon fontos volt. Nem is gondoltam volna, hogy milyen fontos. És aztán így érkeztem meg Budapestre, és találkoztam az apukámmal. Ő volt az első ember, és nagyon szép volt. Az utazás során először éreztem, hogy most már hátradőlhetek, és nem muszáj figyelnem, mert hosszon vagyok. Egy nagyon érdekes jelenet történt, ezt még elmesélem. Fél órával azelőtt, nem kicsivel több, fél órával azelőtt, hogy vele találkoztam volna. Délfelől érkeztem meg Budapestre, a hetesen, hatoson jöttem, tehát a Dunával párhuzamosan délről, Budafok, Háros, ezeken keresztül. És amikor a Móricon voltam, láttam, hogy a hátsó kerék félig lapos, és gondoltam, hogy ezt a belsőt már sokszor megfoltoztam, volt rajta körülbelül 6 vagy 7 volt, és van egy üres belső, amit ki tudja mióta cipelek magammal, szóval azt most beleteszem, egy új. És a Móric után, ahogy az ember megy a Gellért felé a Bartók Béla úton, ott van egy kicsi tér, van ott egy Unicredit bank is. És ott megálltam, van pár kódé, szétszedtem, kicseréltem, összeraktam, vagy 10 perc, és ahogy fölnéztem, a járda felé néztem, egy bácsi, 65 év körül, ahogy lépett föl a járdára, összeesett és elterült a földön. És egy fiú, aki mögötte sétált, ő azonnal odalépett, egy fiú, aki előtte állt, ő is, én is azonnal felálltam, és oda mentünk hozzá, és próbáltuk élezgetni, vagy hogy beszélni hozzá, vagy simogatni, bármilyen módon magához téríteni. Nem ment, és akkor az egyik fiú hívta a mentőket, és egy babakocsis lány mondta, hogy tegyük oldalfekvésbe, ki tudja, mi a baja. Egy stabil oldalfekvésbe, azt megcsináltuk, ott vártunk. És nem volt jó színe, nagyon vörös volt. Vagy kezdett már talán kékre is fordulni az arcszíne. És én a fejénél ültem a földön, és csak így tartottam a kezemben. És 2 perc múlva meghalt. És furcsa volt. A fiú, aki hívta a mentőket, hívta megint, hogy nincs légzése, sem pulzusa, és hogy csináljunk. És hol a bűnben van már a mentő. És csak akkor mondták, hogy csináljunk szívmasszást, aztán magyarázták, hogy hogy kell. Azt csináltuk 4-en felváltva, eddigre már elég sokan gyűltek oda. És aztán egyszer csak egy fiú kivált a tömegből, egy odaruhant, kiderült, hogy rezidens a Pétersfűben talán, valamelyik nagy kórházban. És ő átvette tőlünk, ő jóval erősebb, vagy hogy jobban csinálta. Az a baj, hogy én ezt nem tanultam, és nyomasztó volt, hogy nem. Azt éreztem, hogy én is, hogy nem csináljuk jól, vagy hogy ez nem elég. És ő nagyon jó parancsokat osztogatott, és mondta, hogy mit, hogy. És utána bejöttek a mentők is. Hárman kiszálltak a mentőből, táskáikkal, halálos nyugalomban pár szót váltottak egymással, ilyen injekciókat csináltak, meg infúziót, meg ilyen befújást, levágták róla a ruhákat, és hihetetlen csodálattal néztem őket, hogy itt van egy élettelen ember, akit próbálunk élővé tenni. És ők ezt a legnagyobb nyugalommal csinálták. És föltették EKG-ra, és volt kurzusa, a kis klasszik grafika. Nem tudom, hogy egyébként az elméje túlélte. A rendőrök jöttek és elzavartak minket, úgyhogy nem tudtam megvédül, hogy túlélte. De egy nagyon fontos esemény volt, mert nagyon tetszett, hogy fél órával az utazás vége előtt történt meg. Nagyon szívesen tanulom még mentősnek, és nagyon-nagyon tisztelem ezt a munkát. És tetszett, hogy ez pont így a vége felé talált meg. Így aztán az utazás 432. napján hazaérkeztem, és nagyon-nagyon jó volt. A végére nagyon-nagyon jól láttam az utazással. Ültem egy városban, és azon gondolkoztam, hogy milyen jó embereknek, hogy van otthon, hogy tartoznak valahol. És hogy én semmi értelme annak, amit csinálok, és hogy ezt tudom igazából. Ez a Faustban van. A Faust az egyetlen könyv, amit magammal vittem. Az egyetlen magyar nyelvű könyv, ami nálam volt, a napon kívül. Ezt a történet végén mondja a Faust, utolsó estén tulajdonképpen. Ez Faust,
azt gondolom, hogy ez Faust és egyben Goethe teljes gondolati munkásságának is összes törekvésének végső summája, mert szerint az élet értelme a folyamatos haladás és meg nem állás, önmagunkkal való folyamatos elégedetlenség. És ezt nyilván az élet a végén mondja, hogy rohantam a világon át, és amit megkívántam, is tökörön láttam. Amit meguntam, abba hagytam, és mit elszalasztottam, nem érdekelt. Sóvárogtam, beteltem, újra vágyfogott el, ekképpen haladtam. Ekképpen száguldottam át az életen, hajdan vadul robok, vagy a bölcsen, és megfontoltam vallagok már. Nem gondolom, hogy bölcsen engék is megfontolt, de valahogy mégis szerintem bölcsebb, és megfontoltam. És nagyon tetszik ez a gondolat, hogy haladjon így az élet úton át. A rémek is értik, csak menjen tovább, kint üdvöt a haladásban találjon. És elégedetten percre meg ne álljon. Azt gondolom, hogy ez ennek az évnek a summája, hogy folyamatosan mozgásban lenni, és folyamatosan hagyni, hogy az élet így a történetünket. Tulajdonképpen ez volt a kulcsa mindennek. Igazából az elején kellett a bátorság, hogy elrúgjam minden valajt a lábam alól, és rábízzam magamat a pillanatra, vagy az életre. És ez lett a végére. 16 napja vagyok itt van, azt hiszem. Nagyon jó. Nagyon örülök, hogy itt az iskolában megtartottam ezt a beszámolót. Ez nagyon fontos volt. Azt gondolom, hogy ez az utazás legvége, vagy hogy így ér most véget teljesen. Ez az úton egy érdekes 8-as lett. Bár néhány kompolás kicsit kivirul. Nagyon köszönöm az iskolának, hogy itt lettem, illetve Andrisnak és Zolinak, hogy segítettek a pakolásban. És köszönöm, hogy meghallgattatok, és ha bárkinek van bármi kérdése, vagy bármilyen beszélgetés, de nagyon nyitott vagyok, van pár szerintem nagyon izgalmas téma, mint muszlim világ, vagy Nyugat-Európa és Kelet-Európa, vagy ilyesmi. Ha bárkinek van bármi kérdés, igyekszem válaszolni. Köszönöm szépen.